Aztán az FPS-en, de milyen jó, mert jövő héten meg lesz az új laptopom. Kicsit izomgép. Tönkúszom. De miért van sötétít az ablaka? Jó, a járkálok itt föl, mint hogy én lennék a főnök. Erőtegességet, Andar. És ilyenkor megint a másik dolog, hogy hát hogyha lőnek ránk, akkor nem izé. Ugye még nem tudtuk azt, hogy végig fognak ránk lőni, és amikor hogy úgy volt, hogy tiszta volt, hogy minden, hogy akkor volt fedezék, ilyesmi, és akkor mondták, hogy mehet a kiírás, mondom, akkor jó, akkor vállalom. Csak megcsúszott az anyám, és egyből ki is küldtem ilyen félkézen, és így azt hittem, hogy csipogott velem szét a fejemen. 400-as hajtát a hídon, uraim. Igen. Előfordul az ilyen. Az hibázik csak, aki dolgozik. Nem igaz, Kuzun? Na jó, van, oké. Elgondoltam, hogy megkérdem, hogy azért van valami szóval, akkor számítsak rá, de... Na jó, oké, remélt. Ja, oké, rendben. Hát baj, kiderül. Átvizsgáltuk a ruházatokat? Jó, köszönöm. Igazából ennyi. Az egyiknek igen, illetve lerfoglaltam egy pár dolgot. Érdekes történés. Mi történt? Másik volt. Igen, én megkérdeztem, itt a tényállodék. Azt mondták a kollégák, hogy üldözték az ékszerrablásnál a feltételhez ölkövött őket. Aztán itt még tűzharc. Jó, hagyjál itt a francba. Tisztesen kezdve érdemben. Csak ilyen pillanatban a BMW-nek is kivallóva a kereke, illetve még a tahónak is. Köszönöm. Vétett telefonrádió, minden elkövetőt el lett véve. Gépjében mentem, besegítem itt az úriembert. Jó. Én csejre a kettőt, nyilván is kapjultam a gépjében, megtetősen besegítem. Jó. Benyúlok, bekötöm az úriembernek az övét. Jó, azok az van biztonsági. Nem tudom nagyon néha, mert ő túl. Lefoglalt tárgyakat, berakjam csak mit álltam? Köszönöm. Berakjam. Új, a biztos. Ladó az az autó. A rövidhajó úrnál voltak a lefoglalt tárgyak, lőszer, pentadrom, meg koka. Függő vagy az a három. Értem, lőszer, pentadrom, meg koka? Igen, és a rövidhajó úrnál volt. Rövidhajó úrnál? Igen, a másiknál, aki jobb oldalt ül, az nála nem volt semmi. Nála nem volt semmi. Értem. Akkor jobb bal oldalira kőfigyőni. Jobban. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Szép munka volt, őrnagy uram. Az lopott autó. Viszont szépen. Lopott a publikát. Igen, vagy te loptad. Loptuk? Nem, hát te loptad. Engem ne keverjük bele. Hát ez az én autóm. Jó. Soli, Kuzön, ez nem a te autód? Itt leírtam, a teó keresem... Két elkövetőt. Jurit. Még egyszer, mert nem hallottam, hogy szó sem. Mondtam, hogy vigyék be a két elkövetőt. Ja, értem. Tudna jönni a gépjárműhöz, az Audihoz? Jövök önnel, erősítésnek. Napot. Jó napot. Ilyen kolléga önnel, vagy pedig jöjjek önnel erősítésnek? Jó, Bolyka örülök, hogyha. Várjuk, Bolyka. Jó, mindegy, menjünk. Ezt a tisztatot le tudtuk foglalni. Aztán foglalták az autómat, olyan? Nem tudom. Nem nagyon tudom, mi történik. Megkérdezem, hogy most mi lesz a szállításom. Kérdezzük meg, az a biztos. Menjünk a 0-0-ás kapitányság. Nem. Csillagbörtönbe megyünk. Mi? Be. Nem, jó, mint szó, nekem nem nagy ellátást lenne szükség. Nekem is. Sobri József dandártábornok érdeklődik, hova vigyük a feltételezett elkövetőket. Miért menjünk? Én nem követtem el semmit. Mehetünk a csillagú. Én nem követtem el semmit. Önnézést, rádión kérdeztem. Nem, tehát én nem tudom, hogy mi a vár. Csillag 10-4, indulunk. Csillag. Ránk lőttek így. Hivatali személy elkövet egy gyilkossági kísérlet. Így van. Miután rám lőttek? De három volt arról, én nem lőttem. Elnézést. Akkor most még is emlékszik az úriember? Hát arra a részére, hogy mi volt. Értem, összejön nyugodtan, hadd használjuk föl ön ellen, amikor kihallgatjuk, meg elítéljük. Folytassa, csak kérem szépen. Csak nyugodtan, három rendőr elkezd darálni. Úgyhogy én nem is lőttem. Dandár Gábornak kell megkíséretet?
Kérünk kísérletet, hát itt van velünk két gyanúsított, vagy elkövető. Köszönjük. Elkövettük. Hát, feltételezettel elkövettük, aztán majd a kollégák elmondják. Mondják, hogy őrült fő van az Audiban. Fánkot loptunk a rendőri boltba. Igen. Sáron lecsatlakozik a rádió. Hát nem is loptunk semmit. A fánkot most. Jó, időnk lassan. Felindulunk. Visszaadom ám a fánkot, csak két-három órát várjunk. Azt vidom fánk röhölt. Hát gondoltam sütök újat. Ja értem, maga jázias. Persze. Hát most ez... Milyen fánkot szokott csinálni? Amilyen kell, csokis, akár epres, de csináltam már vaníliásat is, töltötted, bevonatosat, tudja mindenfajta. Értem. Mint a búcsúba. Hát nem véletlenül tanultam én szakácsnak. Az jó szakma. A legnagyobb takács vagyok. És hol dolgozik az uraság? Én a... Itt az egyházban vagyok, szakács. Egyházban szakács? Mi? Mit csinál az egyházban? Ostját? Hát én vagyok az atya. Ő az atya? Milyen atya? Én vagyok a Maxi atya. Maxi atya? Jó van. Maxi atya, és miért tartózkodott egy lehetséges elkövetők által belépősített hőszínen? Hát, tudja, szaladtam ki a izéből, mert megriadtam innen a cyberbe, azt egyszer csak feküdtem a főbe. Maga egy épületből kifele szaladt, hogyha kint hall valamit? Igen. Értem, igen fura. Hát, igen. Az elkövető... Önök tényleg nincsen, hogy ott van? Nem vagyunk elkövetők? Itt vagyok. Akkor beszélhet a személy. Föltételezett elkövetőket, akik majd meghallgatunk, mit mondanak. Ki volt ott az akció során? Ő legyen el szíves. Akció. Üdvözlöm az urat! Ez nem tudom, miről beszélek. Le volt áradva a farhát a Tesco-ba. Én nem tudom, mi volt, én most jöttem ide. De üdvözlöm, őrmester! Minden. Szép jó napot! Jó szolgál, kedves egészség! Hát papucsot lopunk. Jó, köszönöm. Az öré? Köszönöm, meg vagyok. Kinyitom jó van. Amíg az urak intézködnek, mi azért biztosítjuk itt a bőjáratot. Őrnagy, jöjjön velem! Őrnagy, őrmester, elnézést! Összerisze beszéljön. Jó van, ne jöjjön! Hova? Rajta van a golyó álló. Rendben van. A rendőrségi gépjárművek nincsenek bezárva, úgyhogy maradjunk itt-ön, nehogy ő vigye valaki. Rendben. És hogy tölik az első hete? Hát, köszönöm jól. Tanulgatok, de már egyre jobban belejöttem. Büszke vagyok magára. Köszönöm szépen. Aztán várom, hogy már végre átmessek az akadémián. Értem. Mikor is kezdődtön? Vasárnap? Vasárnap, igen. Ja, nagyon jó. Hát akkor szombaton már vizsgázhat. Igen? Én úgy tudom, hogy 7 nap. Legalábbis ősz volt még eddig. Nem kaptam információkat ennek változásáról, bár én 2 nappal ön előtt érkeztem a városba átvezénylésről. Aha, értem. És mik a tervek itt hosszú távra? Hogy képzeli a karrierjét? Hát, minél nagyobb rangba szeretnék jutni igazából. Értem. Természetesen. Hát igazából ennyi. Tehát önt érdeklik a rangok, meg hogy az előről jutás. Persze, természetesen. Milyen osztályon képzeli ön magát? Jobozóként? Bőhatolásiként? Járőrként? HRS-ként? Behatolásiként képzelném el magamat. Az lenne a célom, hogy oda bekerüljek hozzájuk. Ez érdekelne a legjobban engem. Na, jó van akkor. Körösöm én nyugodtan, hogyha van kérdés. Mondanám, hogy... Tud jönni, pontán segíteni a gyagatásba? Egyedül van. Igen, de ez a képjárműtén nincs előzárva, úgyhogy valaki... Akkor maradok biztosítani, menjön önnel az őrnagy. Ki ez a faszom ez a... Majom. Hello, Tony! Jó van, itt maradok. Őszbe van zárva. Őszbe van zárva. És ősz? Ősz nincs. Jó van. Látom, hogy ez kuzom kocsia. Az mindig tele van, hogy hívják a... Nem, pegyőrt akartam. Sokkolót.
A rövidhajú úriemberét tudják, mi volt? Jó van. Volt nála kokai, pentadrom, meg éles lőször. 9 mm. Ez uram. Úgyhogy a kiaggatás során használják fölkérő. Köszönöm. Vétel, itt leviszem a Dr. Zászlós. Érdeklődnék attól a kollégát, aki elvizsgálta a hosszú hajú urat, hogy pontosan mi volt nála. Nála semmi nem volt. Rövid hajúnál volt csak cucc. Vétel, én az egyik elkövetőt átvizsgáltam, találtam nála egy éles lőfegyvert, illetve egy bicskát. Értem, most a csillagban lévőkről beszélünk. Itt van már csillagban az elkövető? Vétel, a régi kapitányság mellett voltak, eszméletlen volt, akkor vizsgáltam át, és valószínű, hogy az egyik közülük. Értem, köszönöm, ezt az információt nem kaptam meg. Vétel, az úriemberem fekete pulóver van, Westside-os pulcsi, ez a felirat van, egy piros bandana, illetve nem. Piros... úgy fog javulni az FPS problémám, hogy vettem egy új gépet. Illetve hosszú rossz a haja van, hogy... Jövő héten remélem megjön, mert az meg, megvettem, és voltak 3-5 napon belül, fölhívnak, hogy megbeszéljük a részleteket, mondtam. Megmondom őszintén, nem figyeltem, hogy melyikeket vizsgáltam, hát eszméletlen volt, mit a vége. A hőszínen azt az információt kaptam, 2 út hoztunk bő a csillagba, egy rövid és egy hosszú hajút. A rövid hajúnál volt éles tőtény, lőfegyver nem, pentadron és kokain, ami itt van a gépjármű hátsójába. A hosszú hajúnál azt mondták, a kollégák nem volt semmi, kérem, aki a hosszú hajú urat átvizsgálta, mondja el, mi volt nála. Vétel, elnézést, csak intézkedtem, volt nála egy heavy kis pisztoly, fehér pó, sárga pó, és baseball ütő, mint a vége. De ezek szerintem másodjára vizsgáltam át, és én nem találtam ő semmit, akkor az első átvizsgáló kollégának a lefoglalt egyet a figyelembe venni. 14. Vétel, itt le is mondta, oké, tenninek. Pontosan mi előfegyver volt? Vétel, egy heavy lőfegyver. 14, és köszönöm. Örült egészséget. Örült egészséget, Zandart. Erős egérmérget. Viszont kihányom. Vétával Zoltán keresztül. Kiskezi csókolom, kisasszony. Sobri József dandártábornok vagyok. Egy pillanat. 10-9-et kérök, mert éppen beszéltek hozzám. Rendkeresem uram, mi volt az úriembernél? Milyen droggyanús anyagok is? Körülbelül a mennyiség mennyi volt? Másodperc is mondom. Nem nagy probléma, összevesek aztán végig. Hát, ugye majd vagyok. Pentadron, 2000 g, szintisztat kokain 2500 g, és 9 mm-es tölti. Mehetünk az állatkertbe is, hogy ott jobban tetszik. Önnézést kérek a kisasszonytól, csak épp rádión köröstök. Mi elviselkedés az uram? Ámott nem engedte a kollégája, pedig szépen kért. Rám? Hát akkor vár vele. A maszkot. Hát jó. Így beteszem a szájába. Leöntünk egy kis vizet. Nyeljen egy nagyot. Ja. Jézus, mi folyik itt? Na. Köszönöm szépen, Tony. Hát szerintem befognak. Ha... visszaigazolnak. Nem hagy sokáig ez a fájdalom csillapító. Be tudunk menni, hogy... Ezt a, vagy mi az összevarjam ezt. Igen, a lyukat az oldalán? Ügyönök. Száját is össze lehet nyugodtan varni. Az egyik kolléga urak, kérem. Hello!
kiszállni a gépjárműből. A facén nem figyelnek kollégák. Ez hihetetlen. Az van. Én van az terror elhárítókat. Jó van, mindenféleképpen. Ő követő a csillagbörtön körül megszökött. Azért lejelentöm, hát azt mondják, hogy nem tudnak semmit tönni. Most már nököm is van. Nem, engem már. Kimencet kérhetek? Valakinek van a karjában egy golyó. Azt nem tudom, de engem most ölütött a kolléga. Meg vizsgálat kisasszony. Rendőrautóba is elmegy vele. Miért nem erre hajtott? Nyugati autópályán éjszakra, a kaszinó a ellentétes oldalon. Elnézést, csak beszéltem. Menjünk egy kicsit arra, mert nagyon hangos a fejem. Vétel. Nem volt megbilincselve? Vétel negatív, mert... Na most már. Na mégis most is hallom őket, mindegy. Nem megették, hogy megbilincseljük. Hol fáj? Mindjárt mondom. A mőkasom. Csak egy kis koszta, igen, a felső. Már is lövöszöm. Érdetlen. Őnézést itt az összevisszaságé kisasszony. Ez semmi gond, megszoktam. Hello, Viking IT, hello. Lövöldözésre jövök ki. Ez a vége. Igen. Tehát megértem egyébként. Én annyira nem. Most nem értem, miért nem figyeltem egy picit jobban, de hát az úriember is valószínűleg vétött a... Ja, nem ez a vége, nem. Hanem az, hogy... Vözérőr nagyé. 20 percet várunk arra, hogy el tudjunk indulni. De megértem el, hát annyi minden van ott egy helyben, hogy... Hát igen, csak sok mindenre kell figyelni. A betegek azért súlyosan sérülnek folyamatosan. Elme bajba ez meg. Átvérzik a kötéseket, vagy ilyesmi. Hát igen. Közben itt látom, hogy van egy kis horzsolás a hátán, ahogy elesett, miközben ugye kocsi meglökte. Igen, jól látja. Igen, itt az oldalától így hátrafelé van egy ilyen kis vonalszerű horzsolás. Jó, hogy nem vagyok gyönge. Van egy fertőtlenítőt. Jó, csípi fog? Igen, igen, kicsit kellemetlen lesz, de először még davatlanul rá ráfújom. Fogatosan letörölgetem vele. Rendben, köszönöm. És tégelként kiveszem a csebemből. Hámosítok, ezt mindig tartok magamnál. Az a baj, hogy nem hallom. Valaki nagyon hangos? Nekem nem vele. Hát már csak fehér tapasz maradt itt a zsebemben, jó lesz? Bötmönös nincs. Hát az... Most hétáljuk el a kocsihoz? Na jó van, jó lesz a fehér. Gondoltam, hogy így gondolja, ezért mondtam, hogy jól lesz. Bötmönöst akartam, de nem kaptam. Mert volna mindegy. Más mondani, mi? Hát nem örök, félök öntő. Ebben van itt az egészsége. Hát az életem, így van. Hát azért az nem, mert egy horzsolást azért csak kibír vele, de... Hát a franc tudja, kiderül, hogy elfertőződik, mert nem figyelünk oda, hogy a kisasszonynak oda kell figyelnie. Hallottam már ilyet. Oda locsoltam, hát köszönöm szépen, bővizsgálhatta volna, tehát akkor locsoljon. Nem vagyok én virág. Vattakoronggal locsoltam, mondhatni. Vattakoronggal tud locsolni? Hát a maga van zsedi. Szabadalmaztatni kéne. Kifolyik belőle. Ja, értem. Oda nyomom, akkor az megfolyik onnan. Megfolyik. Ja, hogy így ez? Micsoda szakszava. Tanulok én itt. Most éppen beszélgetünk, nem szakszavazunk. Ja, értem. Önnézést kérek. Jó, ez meg is van. Máshol is megsérült? De itt a hátulról most a karján látok a sérülést. A bal karján. Én nem értem. De... Mindjárt odafordulok a bal karommal. Aha. Igen, igen. Faszom, nem tud figyelni egy ember. Táskából? Már itt a zsebemből. Egy másik kis aprócska kis tégelyt. Ezt neki kenek belőle egy kis... Azt érzem, hogy átállítottam a képernyő felbontást, mert kritikán lévő volt már az FPS-em. Nagyon szépen köszönöm, kisasszony. Meg is vagyunk. Jó, jó, jó van, minden rendben. Nem ijedt meg nagyon. Megszoktam. Engem egyébként, amit most maga átélt, én ezt minden alkalommal, amikor valaki más vezet, átélem. Úgyhogy senkit nem engedek a volához. Hát, én is arra gondoltam, hogy nem engedjük oda az urat a volához, de úgy látom, hogy ezzel nem értettünk egyet, és az alamány tagjaival. Én már nem voltam elég gyors, tehát...
Én ezt honnan tudjam? Látszott rajta, hogy menni akar. Egész úton zaklatott, hogy fordulj már erre, mint ilyenek. Igen, zaklatt a kisasszonyt. Ja nem, csak kérdezgetem. Értem, a zaklatás lehet, kérdésre zaklatni. Jó van, köszönjük az információt, nem tudom. Hát ez... Mondjuk, én megmondom őszintén, amikor három röndőr áll mellettem, nem biztos, hogy beugrok egy autóba, de hát ő megmerte tönni. Ügyes volt. Bátor volt. Bátor, meg ügyes. Túlságosan bátor. Úgy érzi? Én ezt még nem tudom, mennyire főmérnő, mennyire volt bátor, mert lehet, hogy bő volt drogozva, aztán nem volt beszámítható. Az a baj, hogy ahogy én ott álltam mellette, simán meg tudta tenni sajnos, mert messzebb állt. Engem az jobban zavar, hogy kétszer töltöttem meg. Egyszer, amikor vizsgálta a kisasszony, ott a jobb oldalán a kocsinak, utána meg bal oldalt is rögtön megtöltöttem. Igen, az viszont, igen, az, hogy egyszer ide, aztán oda. De figyelj, ha ez megnyugtat, akkor szerintem hamarosan az órát megfogni fog. Szerintem is ők kapjuk. GPS-ön nem látjuk a vezérőr nagy autóját? Mőröm? Igen, már intézik. Intézik. Már megvan a kocsi helyszínen, már oda mennek a kocsi. Nagyon jó. Itt tudnál szedni a golyót a kezem. Na, meg van a lőtszembőr. Én nem szól, hogy maga itt haldokolik, mi dumálgatunk. Én kerestem. Ő patkol, akkor mit mondok az édesanyjának, mit hárvözött ő? Na, menjük akkor. Isten nyugasztalja, kár érte, nem ismertem jó. Hopp, most meg arra mennem. Hát ez hihetetlen, mindenki megy valamelyre. Jó van, kolléga úr, legközelebb egy picit jobban figyeljünk, ennyi a kérésem. Sajnos kétszer szállt be az ömbör abba a kocsiba. És ugye nem volt hozzá kulcs, azért voltam ittként, hogy nehogy valaki ő vigye. Erre nem számítottam még, hogy hármunk között így beugrik, de hát... tanultunk. Én azt hittem, hogy elindulunk befelé, aztán bementem elő, hogy felnyissem a... Értem. Szóval. Legközelebb mindig bilincse jön mög. Aztán itt van a doktornő, kérdezze meg tőle, hogy mögbilincsélhetjük-e, nem árt az egészség állapotának halálos szinten, és azt mondja a doktornő, hogy nem, bilincsöt rá, azt menjön be. Szépen összefestettem itt a betont. Olyan vagyok, mint egy kibaszott Picasso, vérről föstök. A föntről lefölöm, maga is látja. Igen, egy gyermek mű. Köszönöm szépen az ölismerést. De jön Zoltán, mert le kell adnod a szalit, mert majd a kamacsot tudsz vezetni. Jó, remélem jól tudsz vezetni. Úgy látom, itt az idegen röntészet. Igen. Remélem engem nem kérdezett, mert mi azt fogom mondani, hogy kibaszott balfaszok voltunk. Nem tudok mit mondani. Elnézést, kolléga, nincs véletlenül egy tartalék telefonja? Nincs, sajnos. A franc egye meg. Vétel itt vagyok. Végig tagadta természetesen mindent is. Na hát jó töttő ez a dolga. De remélem ő kapták, azt rábizonyították, hogy ő volt az. Ja, persze. Ha 600 kajajegyet kapott. Zászlós, professzionális munka, köszönöm szépen. Igazából bejött a főhadnagy meg a Sűsán zászlós, és mondták, hogy igazából még súlyosabb a dolog, mint gondoltuk, mert hogy a egyik kollégára úgy nyitottak tüzet, hogy ugye nem is szolgálati, szerintem nem szolgálati jármű, vagy tök mindegy egy chargerbe volt, és arra egyből tüzet nyitottak, tehát az nem csinált semmit az az autó, és egyből rommá lőtték. Te civilre lőttök. Most az, hogy kolléga lőtt benne, az most irreleváns ebből az esetből. Az teljesen mindegy. Rálőttek arra az autóra, és onnantól kezdve, és ráadásul a kollégák le is szűkítették a kört, mert egy darab X6-os volt ott, és azt mondta az úriember, hogy az X6-os az övé volt. Na, innentől kezdve viszont ott van a hivatalos személyem elé gyilkossági kísérlet, bim, 600 kajajegy, csókolom viszont. Jobban zavar az, hogy civilre lőttek, mint hogy hivatalos személyről. Mert ezek civilre így lövődöznek, az mit jelent a jövőre nézve? Hát igen. Bármikor tüzet nyitak a kedvük van. Hát ez nem szép dolog. Főháborító. Ez tény és valóban, viszont az a baj, hogy a BTK a miénket bünteti jobban. Én ezt értem is tudom, de érti, mit mondok. Úgy gondolkozom. Én ezt teljes mértékben. Én ezt értem, és teljes mértékben. De jó, mert büntette, az a lényeg. A maximális kiszabhatót adta, ezt akarta mondani, ugye? Így van. Nagyon professzionális zászlós, minden elismerésem. És őrmester úram, hogy tetszett a kihallgatás? Önnek már önne?
Még azért egy-két dolgot még tanulmányozok ezzel kapcsolatban, de... Értem. Kivel van most ön párba? Velük. A ők hárman alkottak egy osztagot most? Igen, igen, igen. Nagyon professzionális. Mihám? Nem biztos. Ja, vagyok, úgyhogy... ja, bocsánat, nem. Hol van a Alfonz? Mert ő vele voltunk. Ja, ja, még ő a kihallgatáson van. Ugyanúgy úgy néz ki, mint a Alfonz kollega. Nem néz ki ugyanúgy, tök máshogy néz ki. Csak maximum emlékeztet rá egy picit. Így van. Ön egy egyéniség. Önből csak egy van. Így van. Ja, elnézést most látom, igen. Na, örülök, hogy kinyitotta végre a csipáját őrölmester. Úgyhogy nem, Alfonz kollega, Alfonz kollega az még a kihallgatást végzi Louis Fatonban. Mindegy, szóval rendeltek egy kurva jó gépet, nagyon bízom, mert már megjön. Jó van, nem ők is jó elítélik a szömötöt. Ó, egyébként, na mindegy, abban a kocsiban volt a bizonyíték is, amit ő vitt ez a rohadék. Mindegy. Reméljük. Nagyon fontos, akkor van nekem. Hogy hívják komptőst kamerám? Tehát ezt most nem tudom, hogy mondjam be az idegen rendészetnek. Vagy a kollégának is van-e? A bevándorlási hivatalnak? Hát ugyanaz az idegen rendészet, meg a bevándorlási így hivatal. Van. Így van, így van, így van. Jó, piat oda még megkérdezem. Ja. Sziasztok, bocsi. Nekem van testkamerám, hogyha kell felvétel, tudom, vagy bármi. Visszanéztem. Ja, hello, szét. Hello, hello. Visszanéztem. Ha engem kérdezve, irtózatos nagy balfaszok voltunk mi is, de azért ez így tényleg nem volt az igazi. Na mindegy. Nem volt az igazi. De mindenki abban tudatban voltam, hogy bejön be, helyetted ott a mentő, sem minden. Hát de nagyon kényelmesek voltatok, ne haragudj. Kétszer szállt be a kocsi, engem ez zavart. Egyszer jobb oldal, után balra, úgyhogy én nincs erre azt mondom, hogy nehéz. Hát de ilyen Jézus, de megijedtem. Miért nem zártad? Te bezárod az autót? Mert nem az enyém a kocsi. Nem az enyém a kocsi. Én csak jöttem a kocsival, és aki kölcsön adta a kocsit, ő nem volt itt, tehát nem tudtam bezárni. Könyör. És ezért maradtam kint végig, hogy a kocsikat nehogy valaki idejön és elvigye. Akkor mentünk be még a srác a gondot, és ráfogjam a fegyvert, nehogy beszállja. Elmondom, az túlzás. Nem, hát ráfogod a fegyvert, megbilincseled, beviszed, az bent megkapja az ellátást. Hát tudom, de ott ment a két részen. Kolléga, én nekem meggyőződésem hát volt, igen, hogy láttam. Figyelnek. Tehát ez volt, hogy mindenki azt hitte, hogy a másik azt hiszi. És ebből ez lett, úgyhogy részemről ennyi. Láttam, hogy valamelyik rendőr, nem ti, a harmadik társadalmat, hogy már bent volt rég a csillagba. Thomas ment utána volna, te meg leghátul. Ez nagyon kényelmes volt. Egyébként igen. Mondjuk ő nem tudhatta a piros ruhás, hogy én tartok el a fegyvert, ezt tegyük hozzá, mert hát talált nekem. Jó, de nem tartottál rá. Kezedbe. Persze, hogy nem tartottam. Izé. Azt láttam, hogy volt, hogy amikor rátartottad. Hát amikor elindult, persze, akkor meglátta, hogy száll be, rögtön rátartottam, azt elkaszált a francba. Hát ennyit tudtam tenni az ügy érdekébe. Jó van, mindegy. Adjon uraság meghozza döntését. Gondoltam igazából egy kévlap, mert én ahogyan láttam, én nagyjából egy hátul volt az eseteknek, mert én arra fordultam meg, mikor ő már beült, és így telébe egy el... Igen, basztott. Csak én azt nem értem, hogy miért nem volt megbilincselve. Tehát ezt mondjuk nem értem. Igen, ez a legnagyobb probléma. Mentős meg kellett volna kérdezni, hogy árt-e az egészségének úgy, hogy mondjuk súlyosabb lesz meghal, hogyha megbilincsik, azt mondja, nem, rá a bilincset, azt menjen. Ráadásul a Zuzu Chen is elmondta, hogy őt is kérte, hogy ide menjen, oda menjen, így forduljon, úgy forduljon. Ezért nem értettem a szituációt. Nem tudom, figyelj, én teljesen utólag érkeztem ki. Tehát be annál részebb, amikor ő ma ott elkezdett odaüríteni a kapu elé. És akkor oda mentem és rászóltam, hogy mi lesz. Ja, azt is láttam. Csak hogy ott magyarázol neki valamit, azt nem igen, tudtam, hogy azért mondtam neki. Ugye mondta Zuzu, hogy össze kell volna a sebét, pontom a száját is össze lehet, és akkor így zélte. Tehát annak már amúgy volt egy előzmény, hogy már egyszer már próbált beülni, hát de... csak akkor anyósra ült. Jó, most arra hogy ellened beszélek, de tényleg akkor... nem értem a szitút. Mert jaj jogott meg minden, hogy jaj, nem akartam. Gondolom ez olyan, tudod, amikor lehet, hogy valakit megütsz, és akkor egyben mondott, hogy nem akartad, mondom, jó, akkor én akkor nem reagálunk nyilván. De lehet, hogy nem akartod a szarri, véletlen elkaptatok, volt. De elkaptatok egy bűnözőt. Hát ez az beült jobb oldalra, akkor... Na mindegy. Jó, figyelj, balfaszok voltunk, én azt mondom, tehát a srác is azért jó, oké, de megcsinálta, elment, most nem tudok mit mondani. Igen, én innenről az oldalról. De mondd te, mert igen. Te vagy itt most a, hogy én csak azért jöttem, hogyha kell segítség a képpel, nem, akkor. Megnéztem. Nem tudom, nekem igazából annyi, hogy
ott van körülöttem három rendőr, mert minden plusz meg a mentős is el szeret neget látni, és ők szarul is, ők meg szét vagyok lőve, nem igen fogok. Egy rendőr bement, a másik, te ugye ott voltál már háttal neki, bár nem fogott rá fegyvert, nem volt meggilincselve semmi. Hát igen, csak szét vagyok lőve, a mentős akar ellátni, akkor... De jó, figyelj, ilyenrel be van drogozva, ismerősöbb kidobó, mondta, hogy 10 kidobó ütött egy embert, nem mozdul. Most ez még bele, de ezt meg nem mi döntjük el, hanem angyal uraságom. Hát igen. Folytassátok az IC-t. Jó van, köszi hát a döntést. Okay. Csöcsö! Hello, hello. Hát szóri, hogy ezért kirángattalak ide, de... Nem. Gondoltam, hogy elinkább. Ez, nem, hát ez a mi balfasságunk volt. Csuli van, Dávid vezérőr nagyot keresi Sobri József tantártábornok. Jöjjönök nyugodtan. Tessék. Csuli van, Dávidot körösöm, de nem veszi föl. Most válaszolt a rádión, csak mehába van. Mi az Isten? Nem hallott. Ó, basszus, de hülye vagyok. Jó van, elviszek a mehába. Pozitív, elviszük. Jaj, miért van lámba szállok? Ja, vezetem? Én? Vezessen, biztos, hogy nem. Ja, hátra szálltam. Mi az Isten van? Előre szállt mégis. Lassú volt, kolléga. Jó van, szállok. Ez itt. Mindegy. Zseniális. Jaj, elvény szállva, József. 84. Vétel itt Edem 87, 10, 45, Suda Meha. Nem tudom. Nem tudom, hogy le lehet zárni. Hát zön kiveszed a jelölést, kérlek. Szia, 3-4-10-19-0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 -
kocsit. Itt a kész van közben nekem a motorom is. Megoldom. Jó. Au. Hello, jöttem a motor. Is. Na ez szép volt. De ezt csak gratulálni tudok a kollégáknak. Megvagy? Várjon be. Vannak önöknek jobb fiúk? Őrizés, kiül a gépjárműbe. Rendben, köszönöm. Hát te vagy az Dávid, jó van. Kérdeztetek? Van önöknek jobb fiúk? Őrizést. Igen. Ő hivatalos szemét sértögött? Igen, nem. Akkor miért tesz ilyen kérdéseket? Mert nem lehet feltenni kérdést egyszerre. De hogy nem föl lehet tenni, csak hát ez a kérdés van. Elég támadó jellegűnek érzékelem itt. Csak kérdezem. Jó van. Önnek van jogosítványa? Persze van. Jó van. Na, akkor meg... Várjál már meg! Köszönjük a véleményt! Hallottad, mit mondott? Azt mondta, hogy... Nem hallottalak, nagyon furán hallok most emberöket, nem értem mi van. Néha olyan halkok az emberek, hogy úristen, valaki úgy ordít, mint az állat. Ide jó, tehát ez a szerelő, azt mondja, vannak önöknek jó sia. Utána, amikor mondtam, kérdeztem, hogy van-e neki, mondta, hogy van, mondtam nekünk is, erre azt mondja, hogy gecire nem látszik. Műtét rátok, keresem Walker James. Most már elérhető vagyok, hogyha kell segítség még bármilyen vizsgára. Kicsit kaotikusak vagyunk ma. Uh-huh. Összehasz, mi történt? Idag örrendészet is kijött, azt kell neki mondom, hogy sem is mi voltunk a balfaszok. Ott van egy elítélt, nem bilincselik meg, elindulnak kettenbe, úgyhogy mögötte van az elítélt. Néztem, hogy mi történik, aztán rá akarom rántani a hotják ott a sokkolót, de akkor már belpattant a kocsitba, az 200-a elhúzott, ugye nem tudtam bezárni. Hát igen, én is adtam kulcsot. Hát kicsit, igen. Na én ezért maradtam két végig, hogy őrizzem a kocsit, mint egy parkolóőr. Ruszködőd van? Nincs, Jézus. A sorakozó van, de jó. Nem tudom, mi van. Miért szűrű keresem volt a gyöbb?
Ebben tudok követni a történéseket? Vétlenem. Lezárhatjuk a ékszerboltot. Jön az akcióforrásnak, nem? Pozitív. Csak ő hitte össze az állományt, aztán. Ezért nem csak egy javaslatot tettem, csak jó fejek voltak, a kollégák is hallgattak, nem? Nyugodtan lezárhatja a munkvéleményem szerint. Nézményes. Akkor mindenkit megköszönöm az akciót. És visszaadnám a szót Walker James-nek. Nem érnek. Te úgy nézzek ki, bazzak. Keresem Walker James-t. Gyönyörű, szép sort alkottunk. Hihetetlen gyerekek. Mi folyik itt? Nem akarok lelőni embereket, de... Péter, szükséges esetleg, hogy menjek a vizsgákban segíteni? Előjáró urak. Itt a bocsánat, negatív, nem szükséges, mert mondjuk rádegen, köszönöm szépen. 14-es, köszönöm. Alasz. Már is arrébb lépek egy pillanat türelmet. Köszönöm. A Vétert Lincoln 70-es, 10-98-as vagyok, megyek elintézni két ügyet, Vétert. Vétert Rátó, keresem Walker James. Most kikérte a kezőt, mert elég nem tudta kost. Oda viszni ez a pofon. Állom anya belőle kis feszélyeskedés. Mi csúszott a kezőt? Na, megnéztem, nem vagy ott. Ezt el kell leszagadva, sokkal megyek vizsgáztatni. Hát nincs ott sajnos. Köszi! Kedves vagy, kedves ügyet, hát általán. Hallgatás beleegyezés. Na, kiválálja a szolgálatpelek, csak sejtet. Alfonso jelentkezik. Itt egy rókörös főhagy nagy, és még azok, akik részt vesznek a zászlós vizsgán, lefőtadni a szolgáltatásnak, és a mezőthető lesz. A zászlós vizsgára elmennék. Jó, ugye látom, van most még három darab, 4 darab akadémistánk. Fő! Ezt a darabot még egyszer, aki kimondja. Szomri úr, hogy válaszol már egy darab akadémistát, és nem fog vállalni semmilyen más HR munkát. Kicsit tud hangosabban bőszélni, ha megkérhetem? Természetesen. Teküdnék, hogy ön uram itt fog maradni valami kapitányságon? Valamilyen. Jó, akkor Mattó megkérlek, hogy válasz magad mellé egy több akadémistát. Jó, megkérem az akadémistákat, hogy tegyék fel a közöket. Mikor? Ezt ebben... Jöjjön a... felem szembe. Balra. Jézusom. Repjáróval vagy sportautóval szeretnétek lenni? Dodge-en. Úgy, mehettek van egy Dodge-val, akkor bírtenék, kérdem, akkor te is válasz magad mellé egy akadémistát.
Jó, a NATO vizsgai idejére 10-10, illetve átmegyek a 112-es frekvenciára, vége. Azért önne egy úrom elé be fog ülni még egy akadémista. Még akkor is, hát neki majd csatlakozzon a vezérőnegyékhoz, akkor én viszem magammal a orlabot. Del, Edem 26, 1098. Akkor gyere ide mellé. Egyelőre itt akkor a három kollega egyre maradjon együtt, hogy nem félkezik egy másik kollega. Akkor nekem, amikor megérkezik egy másik kollega, akkor majd befogulni. Vétel itt Adam 3, 99, kollega. 98, vétel végig. Ide állok. Akkor Scott-tal fog menni. Újra itt. Hudson. Vét meg gyatlóg akkor, meg egy egység. Kérdezem itt akkor, mivel szeretnétek menni? Terepjáró vagy sportautó? Sport. Akkor mentünk Dodge-al, Scott. Vagy? Terepjáró vagy sportautó? Vétlét nyugtató, keresem szolgálat parancsnokot. Szolgálat parancsnok vételen. Igen, fúri. Vétel, jelen pillanat vették fel itt a Pillbox kórháznak kis Áron őrmestert. Jelen pillanatban kapott róla egy papírt, hogy nem végezhet álló munkát. Visszahoztuk a kapitányságra. Semmit, vagy ordít a rádió, vagy tök hang. Sziasztok. Őrmester, menjünk arrébb nételjünk az út közepén. Hadd menjenek a kollégák. Alapanyag beszerzés céljából a raktárunkba. Ő tudta rakni a dolgokat, ahogy mondtam, ugye, e-mailből? Sikerült begódani? Igen, persze. Jóval, jóval. Professzionális. Viszont az itteni dolgokat, az itteni raktárt, azt még nem ismerem. Hogy hol van a közösségi raktár. Úgy azt én sem tudom. Nem voltam többet itt, mint ő. Amikor körbevezettem, akkor voltam itt valószínűleg szó. Na, azt mondja, hogy a kozsa. Nem tudom. Nem akarom beszélni arról, mi a faszom történt a csillagnál. Kocsi megbeszélj. Jó van. Meg úgy azért jelezd már léces ösztöbánnak, mert nem szeretném én itt friss úsként, hogy ne nevezzem már darabnak az akadémistákat, hanem hívjuk be őket főnek, hogyha már mennyiségben vannak. Emberök. Nem kultorok. Már lényetek van? Ja, volt, csak lősött. Rajtam van, csak én bedugtam a zingem alá. Ügyes. Én mindjárt hozok egy möllét és jövök. Vétel, hogyha megengedik akkor egyszerre haladj rakni neked egy asfalt. Tessék! Tudom, mit mondod, de biztos mondod valamit. Nekem mondta, hogy azért hozzak egyet a biztosra kedvé. Fű, ami fű. Vétel, itt Adam 3, 19, 10, 45, nagy raktár vétel vég. Mindig elbaszom. Szére, 87-es, 10-19-es. Jó van. Egyébként itt lenne a raktár szerintem. Ami... Igen. Igen, csak mi nem érjük el, mert ön is 99-ös, nem? Igen. Jó van, hát akkor üzé. Egyébként tegnap beszéltem Skywalkerrel. Skywalkerrel? A... Altábor nagy úrra gondol? Örmöstől? Igen, az Altábor nagy úrra. Igen? És azt beszéltük, hogy nem szükséges most igazából megoldható, hogy átkerüljék a 0-0-ás a körzetbe, viszont nem szükséges egyáltalán, mm-hmm. És hogyha rangot lépek, akkor majd megkérdezik ezt úgyis még egyszer, hogy a 99 vagy a 0-0-ával szeretnék csatlakozni. Addig rajsz 51-ös is. 10-45, észre volt. 14, valamint
valamint akkor minden külön a... Jó, várjuk Tobász Magnumot, azt indulunk. ...hogy 10 percenként szeretnék hát kérni egy jelentést. Ha pedig bármi történik, akkor még azonnal szeretném tudni. Hogyha úgy van, akkor oda fölmehet, és tudja menni a jelentésre. Vételétedem 3.19, nagyra, 10-20 nagyra, tehát 10-26 vétel végén. Majd egy kósatot szeretnék kérni. Nem gond. És tök még olyan jó. Előtt egészséget. Nagyon öndörös betolja kolléga. Döccik a hozzáállás. Hát igen, muszáj. Köménynek kell lenni. Elhivatott vagyok. Ülyös. Jócska, adj neked egy kulcsot. Köszönöm, mihöz? 10.45. Ez az Aurihoz. Ja, értem. Nem szeretnéd, hogy megtörténjen még egyszer, hogy elgázolnak a te autóddal, idegönök? Hát ez nem túl egészséges. Kaptam egy SMS Skywalker-től. Beszélni igen. Akar velem, úgyhogy ezt gyorsan megbeszélem, aztán utána majd rágyozzak, és akkor tudom beszélni. Jó van, azt mondod, hogy járőrözök kollégával? Ötékesen, igen. Jó van, kolléga, induljuk járőrözni, maga fog rádiózni. Parancs. Mind meghalunk. Tisztában van már telefonia szabályzata? A rádiózási szabályzata? Igen. Persze. Hát ez kurvára nincs kulcsom. Sullivan David vezérőr nagy urat körösöm, nincs kulcsom a gépjárműhöz, azt mondja. Tűzdégy. Nem lennék rokonom? Lehet, hogy most lelődém. Szivatol itt. Az Audit próbáltad? Hát nem. Szerinted nem emlékszem, mivel jöttünk. Nem vagyok nyomozó, mert nem annak neveztetek ki, hanem HRS-nek, de azért csak felismerek egy autót, amivel jöttem. Azt mondja, nincs kulcsom. Itt a okos órám. 26, 10.45 főpublik. 10.4. Vétel itt Edem 61, 10.98. Most jó, köszi! Szívesen. Nos, hát igazából nagyon jó embertől tanultam, úgy gondolom. Csak kit ő tanult? Szégyen szemre nem tudom a nevét, nem jegyeztem meg. Azt tudom, hogy körülbelül a legszigorúbb kezű kollégánk. Tőlem aztán nem tanult semmit. Dehogy nem, rengeteget öntől is. Persze, ne vicceskedjön. A legszigorúbb kezűre utaltam. Jó van. Rádió, főpublik, megyünk. Rendben. Az úgy jó, hogyha esetleg elmondom előtte önnek, és akkor úgy a biztos igazából. Aztán, hogyha ön mondja, akkor utána nem mondom. Rendben. Hát először közdje azzal, hogy Edem 84 megközdi a járőrözést. Rendben. Péter, itt Edem 84, megkezdtük a járőrszolgálatot. 14-es. Péter, itt Edem 3.19, 10.20 kőolvasztó, 10.26, 10.45 kőmosóvételnék. Na az ilyeneket még nehéz kibonyolítanom, de... Nököm is megnyugodhat. Mi nem mondjuk azt oda mentünk, az mindenre ötből, de hát ez itt ilyen szokás. 10.45 burgershop. 10.4. Jó, mondja, mit akar mondani. Hát mit csinálunk éppen? Mondom, megyünk a főpublikhoz. Rendben, hát vétele itt Edem 83. 4. 10.4. 84, elnézést. Minden rendben. 10.45 főpublik. Tökéletes. Megtanulom én is. Péter itt Edem 84, 10.45 főpublik. 14. Szép példát lett volna ez a halálra. Szirénát hallok. Én is hallom, de lehet, hogy csak mentős sziréna. Igen, én úgy tudom, hogyha 5 sirénát hall, az általában mentős, ha többet, az általában rendőr. Vétel itt Edem 26, 10-20 burgershop, 10-26, 10-45 kockabár. Örült egészséget, minden rendben, állampolgár. Háfozok el, itt Tony Dinoszkot. Halló? Vétel Tony Dinoszkot. Nem hallom, minden rendben? Napot. Jó napot kívánok, őstől van, de azért szép napot önnök is. Jó.
Ugyan bevágy Negrót, kérem szépen. Halló! Minden rendben? Jó van. Majd foglalkozik fel az idegen rendészet a bevándorlási hivatal. Gondoltam, figyelmeztetem, hogy nem egészséges így biciklizni, de hát látja, nem volt kommunikatív. Ez a majd megfáznak az üzletei. Elnézést, rádióban is mondta, amit nököm mondott, vagy csak nököm mondta el? Rádióban is mondtam. Jó van, bocsánat, nem figyeltem, jó. Semmi probléma. Elnézést. Nem volt úgy szabályos, amit csináltunk, de ez van. Igazából ezt a piros, zöld szabályt senki nem tartja be. Őnézés, Böktönnél nem... Jó van, rádiózza be, hogy a biciklinél, a Cyberbarnál föltételezhető garázda. Szálljon ki, kérem. Edem 84... Itt egy Edem 84, 10-20 a... Cyberbar. Jó van. Szép jó nagyot kívánok az úrnak. Szép jó napot, uram. Csobri József dandártábornok vagyok, övészámom 84. Üdvözlöm, Jakab. Megkérdezhetem, hogy ő miért hajtott be egy bicikli gépjárműve ide, a, vagy ment járművel ide a Cyberbarba? Hát megbeszéltem itt a illetékesek, hogy itt lerakhatom, mivel nem használaton kívül van. Értem. Betolnám majd az irodába. Tehát, hogy ön itt dolgozik? Nem itt dolgozok, csak a kedves rokonaim, ismerőseim, szinte már a rokonaim, szinte már a testvéreim. Igen. Itt vannak ők a Cyberbarban? Nem, most kórházban van az egyik őjük, most húztak le 40 ezerrel. Ez, ettől függetlenül vannak kórházban, tehát nem nincsen közös, ez csak úgy elmondanám mindes a bánatomat, hogy lehúztak 40 ezerrel. Hát ez nagyon rossz, ne hagyja, hogy lehúzzák. Akar följelentést tönni? Szeretnék följelentést tönni. Jó van, törmester. Jegyzetelje, amit a kolléga Tóba mond, és a főjelentés alapján kezdjük meg az eljárást. Rendben, pillanatot kérek, előbb az a pénzt, egyszer a füzetet. Szia, Tézike! Hello, hello! Mizu, mizu! 84-esek vagyunk, igaz? Igen. 84, 10, 21. Az meg... A kolléga úr, ne káromkodjon! Legyen szíves az állampolgárt! Ja, elnézést! Jaj, ugye? 10-27-et, hát ez kell... Időrendből! 10-20 kocka bár, itt egy zöldrólás úriember kérdezi, hogy esetleg tudjuk-e, hogy a katonaság területére tilos, ugye... Nos, légteret megközelíteni, ugye, illetve berepülni, hogy esetleg tudjuk, hogy hol lehet a helikoptereket tankolni. Persze, Kannából. Tilos berepülni a katonaságra? Mint a városi kikötőben hát nem az egész bár ellen szeretnék egy feljelentést tenni, hanem kifejezetten egy személy ellen. Az is megoldható? Természetesen. Természetesen. Nem is tud a bár ellen feljelentést tenni, hanem a bár vezető ellen maximum. Mondja kérem a személy nevét. Hát... Antonio Cipriani. Személyesen. Parancsol? Szép név. Ja, olasz. Nem az enyém, hanem aki ellen szeretném följelenteni. Hát, Jakab vagyok, nem. Rendben, értettem, hát Jakab. Ő... Megígyeztem a növét. Ő Jakab. Gusztáv is. Ne fokozzuk. Jó, van, akkor Jakab. Hát biztos úr bennak bárhogy. Na, tehát az történt, hogy itt néhány, egy kedves fiatal pár, itt beszélgettünk, hogy újak a város, hogy mit, hogy lehet, és Antónia itt nagyon reklámozta nekünk a Brownit. Jó van, pszivatjuk az örmöstört. Védel itt Edem 61, 1044, utolsó bejelentés. Ez ott a koki for... VTT Edem 26, 1020, Kockabár, illetve mögött elébe sikátor, 1020. Valamennyire az én hibám is, de én szerintem ez a megtévesztés, ez az Antonio részére ez nem volt egy túl szép dolog. Tehát az történt, hogy kikértem 4 darab brownit,
és utána kártyával fizettem, és aztán vettem észre, hogy 4000 helyett 40 000-et vontak le a kártyámról, mivel 10 000 csurint egy brownie, és erről külön, mivel az Antonio tudja, hogy diszkalkulációs vagyok, és nem igazán tudom ezt a számokat így megkülönböztetni egymástól, ezért jól le is húzott engem 40 000-rel, miközben azt mondta, hogy ez rendkívül olcsó, és hogy mennyire megéri, és utána beszéltem vele, természetesen nem állt módjában kártéríteni engem, se semmiféle ilyen kárpótló, bármit is ellenem végrehajtani. Oké, foglaljuk össze röviden. Tehát azt mondja, hogy ön a 4000 csurintos brownie ár helyett 40 000-et kellett kifizessen, ő ezt nem vette észre, mert kártyával fizetett. Igen, én nem kér PIN kódot, vagyok. Előfordul az ilyen, és a kolléga úr, amikor mondta neki, hogy visszajött, hogy ön lett számolva, és ön 36 000 csurintat többet fizetett, akkor azt mondta, hogy így járt. Nem, mivel ez 10 000 csurint volt, csak tudja, jeleztem neki egyébként előtte is, hogy én ilyen hát betegségbe szenvedek, és ezt ő kihasználva lehúzott engem. Tehát szándékosságot föltételezzem mögött. Nem tudom, persze. Ez a kolléga úr mikor lesz bönt? Tudja esetleg? Hát most kórházban van. Ő van kórházban. Őt szerelik az orvosok? Megszerelik az orvosok, igen, reméljük, hogy nem nagyon fog utána működni, de hát én akarom most senkinek itt a helyet csak. Az eljárás elején még nem azt mondta, hogy már szinte családtagok? De, én is így értelmeztem. Igen, én azt hittem, hogy családtagok. Nem, amikor rákérdeztük, hogy miért óta be ide a biciklét, azt mondta, hogy mert itt vannak a barátok, már szinte családtagok. Igen, most hát meg kiderül, hogy átverte és följelentést tesz ellen. Ez hogy hát össze? Ilyenek a barátok, ugye, hát ezt tud. Hát minek ellenségek, ha ilyen barátok hát vannak az embernek. Mondani. Tehát bérmester. A főnök úrral, Oliviával is gondolom ismerik, vele is nagyon jó. Igazából Antonioval is nagyon jóban voltam, csak hát ez most eléggé szíven ütött engem ezt, amikor többször is jeleztem, hogy ez, és ő mondta, hogy ez nem áll módukba ezt kártéríteni engem, de még egy bocsánatkérés se kaptam. Értem. Meg tudja adni ennek az Antoniónak a telefonszámot? Hát nem szokta fővenni, de meg tudom. Majd főveszi az őrmester úrnak. ...678-as és 52-es. Rendben, és uram, van bármiféle papírja arról, hogy ön diszkalkulációs? Nincs erről a papírom. Rendben. Tehát ezt ön érzi, és még nem ment el konkrét személyhez, hogy voltam már orvosnál vele kivizsgálni, de nincs erről a papírom. Jó, nem volt a kérettségére készülünk. A számlá megvan ő esetleg, hogy mit vett és milyen értékben. Hú, számla szintem náluk van. Nem kaptam számlát. Értem. Jó van, kivizsgáljuk az ügyet. Minden információ megvan, őrmöstör. Hát, minden információ megvan. Még. Önben. Jó, akkor megkérem, hogy a biciklit tolja ki az épületből, ami nem érkeznek vissza a Cyberbarnak a tulajai. Ezt követően majd mi elkezdjük a nyomozást az ön által említett ügyben. Úgyhogy kérem. Adjak egy telefonszámot? Ja, az önét nem kértel az őrmester úr? Nem. És akkor hogy hívták, Gusztáv? Jakab Gusztáv. Ügyeztem, figyelök. Mondja nyugodtan. 700. Oliver, örültem, hogy megismertem. Örültem szolgálni önnel. 7. Várj, inkább megnézem. Örültem magam. Nem, lediktálom, csak nem tudom egybe kiolvasni a számot. Pedig az állományra, uram. Sok sikert, uram. Örő tögénységet, vigyázzon magára. Aztán, ha kipjönte magát, jöjjön már vissza. Megöltem a rádiót. Kinyírtam. Kömény vagyok. Jó pihenést, Magnum. Tökéletes. Magnum. Közi csókolom. Üdvözlöm. A kis ügyi dolgozik? Tessék? A kis hölgy itt dolgozik? Nem dolgozom itt. Ó, de kár. Bíztam benne, itt van valaki, aki itt dolgozik. Elnézést. Barbara, ön az? Nem. Nem látja. Mi csak derbizni jöttünk. Jó van. Jó derbizés, kíván kisasszony. Köszönjük. Jó van. Mögtött itt a romantikus telefonszámcsere most már végre. Én hívom magát éppen, uram. Igen, láttam és meg is kaptam.
Ja, jó, rendben, akkor... Csodálatos. Akkor... Milyen néven menthetem el? Elnézést, csak nem tudom megjegyezni. Peter? Péter. Elmentetem Péternek? Péter, ahogy szeretne, uram. Rendben, és akkor József. Ugye? Dandártábornok Sobri József. Jelvő számom 84-ös. Nagyon jó. Akkor elmentettem Péternek a telefonszámát, és akkor ezen várom a fejleményeket. Jó van, körösni fogjuk. Rendben, SMS-be is jó, csak aztán lehetséges, hogy nem válaszolok rá, mert ilyen aronexiás vagyok, vagy minek hívják ezt, és nem nehezen olvasok. Értem, sok problémája van, nem könnyű az élet. Mögtön egy eltorja a biciklit abba az irányba most már. Hogy szépen, kérem. Nagyon szépen köszönöm. Másra van még szükség, vagy akkor elintézzük? Meg van minden információ, hogy a nyomozás megkezdjük. Megtörtént akkor a feljelentés, mondhatom, hogy? Persze. Persze. Mert ezt azért jelzem az Antóniónak is, hogy feljelentettem, hogy írom neki. Jönözze neki. Már én azt javaslom, hogy ne tegye. Ne tegyem? Nem tudom, milyen ez az Antónió. Mi van hirtelen indulatú, és mondjuk önnek esik kézzel, vagy késsel? Antóni az nem fog, mert nálam legalább 15 centivel alacsonyabb és 20 kilóval soványabb, de jó, akkor nem teszem. Én csak javaslom, azt csinál, amit akar. Nyugodtan mondhatja neki, hogy feljelentett a rendőrség. Én a biztos uraknak hiszek. Hát. Jó van, voltunk már pár családi perpatvara, az, hogy jó megvört az uraságot kisebb dolgokért, úgyhogy vigyázzon magára. Nekem olyanom nincsen. Nagyon örülök neki, nem jó az. Elveszi a pénzt, tehát azt a te. Persze. Így van. Na szóval, akkor megkérném még egyszer. Jó van, tolom már a kerékperonomat, igen. Nagyon szépen köszönöm. Addig én akkor megállítom a telefonhívást. Nagyon szépen köszönöm. Rendben, kezdeményezze a telefonhívást. Milyen szép riasztója van ennek a biciklinek. Köszönöm szépen, hogy ellopják itt a... Természetesen. Na, de legyünk kirekesztőek. Öléggé. Na tessék, karma meg is bántotta a szögényt. Hát... Igen. Forgatászós védtelen, Walker John haltábor újrat keresem. Védtelen. Biztonság kedvére másik ajtón távozok, hanem tudom. Rendben van. Most jöttem át a 00-ra. Nem igazán kapok visszajelzést Antoniótól. Jó van, hogy a francovat hívja később, menjünk. Nekem lesz egy kb. 5. Menjünk ki, kérem az autóhoz, mindjárt jövök, csak menőző kiment ez az őrült. Jó van, hova parkolt a bringát? Itt el a kukák mellé leláncoltam. Nagyon professzionális. Köszönöm szépen az együttműködést, további szép őstét. Sikerült elérni az Antalt? Még nem, keresi a kolléga. Hát higgye, hogyha megtudja, hogy rendőrök hívták, az életben nem fogja visszaívni magukat azért. Nem tudja, hogy rendőrök hívtak. Nem ismeri a számunkat. Jó van, és akkor nagyon szépen köszönöm ezt a gyors, segítőkész együttműködést. Nagyon szívesen. Mi az állampolgárokat szolgáljuk és védjük. Vigyázzon magára. Jót. És többet nem menjen be épületekbe, biciklibe, rendőr jelenlétébe, kérem. Jó, na most már elfutok, mert meguntam. A trablás SMS lezárom, egy helyszínálható se vonat, se pedig a biztonságért, kicsit itt lehet se nekem jár visszajáró szokálba. Itt van. Őrizést, nem látott egy rendőr tisztetet? Itt van, Ben. Ja, jó van. Mondtam neki, jön ki az autóz, úgy látom, nem voltam elég egyértelmű. Üdvözlöm, őrizni? Nem, szolgálatban vagyunk sajnos. Legközebb szolgálaton kívül nagyon szívesen dörbizünk önökkel. Nem tudom, mi ez a dörbi, de biztos toljuk szívesen. Hát jó kis pitelése. Hát az sajnos sokszor megcsinálják velünk is, mi is, de egyszer nagyon szívesen dörbizek önökkel. Minden rendben? Kedves állampolgárok! Várom én is embereket! Jó van, én is úgy érzem, hogy nagyon jó barátságok alakulnak itt ki. Sok szép ömlék meg dolgok. Jó van. És a kisasszony, ő szeret ilyen dörbis játékokat játszani? Így van, én nagyon. Na, hát ez tök jó. És ez mi? Ez valamelyik kompjúterönkön játszani? Vagy milyen ez a dörbi? Meséljenek róla, kérem. Hát, ugye ilyen szituációs játék. Ja, tudod, felülsz a motorra, azt nyomod. Ránézi én alternatív van a motorra, azt izé. Aha. Tök jó hangzik. Alternatív motorozás, ez tetszik. Ezt ki fogjuk próbálni. Most nem motorozás, hanem autózás, de jó. Jó van, az még jobb.
mi a fasz, hogy Ilgecibe hívták az a csávót. Nagyon szépen fogalmaz a kolléga úr. Maga költő? Hát... maga egy új rendőr? Relatíve mondhatjuk, hogy igen, nemrég vözényeltek át vidékről. És a másik, ő is? Ő is új, de ő meg akademista. Őt most vettem fő. Na, tanulja itt a szakmát köménye. Igen, igyekszünk szolgálni, védeni itt a város biztonságát, ne kisasszonynak baj esély, vagy önöknek. Ja, nekem nem esik soha. Jó van, ez jó hallani. Biztonságos a város, azt jelenti. Hát, nem egészen. Hát, nem a rendőrök, ugye. Mondom, hogy második napomon nem lőttek meg kétszer, úgyhogy abszolút te vágom, miről beszélnek. Ögészség! Jó van, viszont nekünk mennünk kell. További szép estét kívánok. Kiskezi csókolom. Rádiózhatok? Természetesen. Nyugodtan csinálja. Főpublik. Edem 84-10-98 10-45 főpublikus garázs. Nem mondhatta volna, hogy a Cybertől hagytuk. 8 erőt egészséget. Erőt egészséget? Erőt egészséget. Erőt egészséget. Erőt egészséget. Szép rapot. Mi ez? Nömöstő van. Kollégák? Erőt egészséget, kollégák! Visszatudod minket vinni a 0-0-ásra? Természetesen, szálljanak be! Köszönjük! Mi történt? Emelékszett oldalról egy... Nem tudok beszállni. Mi a franc? Miatt kiszállok hát akkor? Most... jó, most be tudok. 3-19-10-45 Valeton vételvég. Ott a gépjárműünk a fák között. Jól látom. Belégy indulunk. Szálltak oldalról egy fekete gépjárművel. Jézus, Som! Azt oda berepültünk, hanem olyan profi mentős ellátásban lettünk, meg be voltunk kötve, meg a légzsák kinyílt, hogy ihaj csupa. Na, ez jó hangzik. Azt mondta a mentős, hogy akkor mehettek és szolgálhatják tovább a város védelmét. Azt mondta, hogy ha meg vagyunk, akkor mehetünk. Bármi egyéb. Értem. Önézést, csak nálam van az, hogy a rádiót néha nagyon hangosan, néha nagyon halka hallom ugyanazon a hangerőbeosztáson, és nem értem, mit mond Dávidka. Akarom mondani, Szőven Dávid vezérőr ragyul. Nem értem, pont az a baj nekem sem. Jó van, mert voltam neki, beszéljen már hangosan, mint hogyha bűnött ember lenne. Akkor hangosan beszélt, aztán most megint tök halk. Itt jó amúgy, hogyha kitesz minket, ezt megköszönjük. Viszem önöket a bejáratig. Már túljöttünk. Kurvára túljöttünk, igen, rájöttem én is, ez volt a trükk. Örülsztem, mennyire jó megfélők. Nyomozónak alkalmasak lennének. Elnézést kérek. Hát régen én bevetés is voltam, nem humános. Értem. Örülök, hogy átjött hozzánk. Ott hagyta a biztos Köszön. Halált azért, hogy papírokat tologassam. Igen. Jó van. Örült ögészséget. Viszlát. Jó, rádióztam, hogy visszajöttünk a 0-0-ra két kollégát fővéve, kolléga. Elnézést kérek. Nem haragszom, csak mondom. Majd amikor vizsgálni fog, akkor... Jó pihenést. Jó, hova menjünk? Egy pillanatot szeretnék kérni. Tehát? Akkor egy olyan 25 másodpercet. Addig egy kis elalszom, elbombulok. Jó van, ez szolgálatban mindig egészséges. Csinálja. Na már itt is vagyok, elnézést kérek, csak ez gyors a... volt. Igen, mert jelzett az okos órám, hogy a napi jóga feladatokat meg kell csináljam, és ma, a mai napra ez volt a feladatom. Így tartom a mentális képességemet. Nagyon topa. Tetszik ez a hozzáállás. Jó van, hova menjünk? Hova szeretném menni, uram? Miatt nem adtam a rádiót, mit mondtak? Vételem. William David-et kerestek. Merre találom a kérdésem? Nálunk a görés. Jó van, én 21.50-ig vagyok szolgálatba, utána majd lökön rakrom, úgyhogy majd nem tudom, hogy meddig tervezett itt maradni a mai nap folyamán. Még egy 46 percet biztosan. Nagyon jó, tökéletes. Akkor nem marad egyedül ön se, hanem elmegy pihenni a kis házigójába, vagy lakásába. Jó van. Akkor, amikor ön. Nagyon akkor, jó. És akkor. Tetszik ez a hozzáállás. Biztosan.
Jó, közben nézze pászta ez az utcát, nem látja a bűnt itten fő törekedni? Nem látok senkit itt. Örült egészséget! Tiszteletem. Jó, kérdezhetem, mi történik itt? Az ember vagy NPC? Őtem ezen fog válaszolni, mindegy integet. Ő lehet, ez a metróhoz a valami alkalmazott. Lőhött, nem tudom. Nagyon szép printögött itt egy jelzőlámpával. Tudod, olyan PC? Csámítja be az embereket. Ja, én vagyok. Mert milyen buli. Igazából azért menni be, mert attól félnék, hogy elütjük. Egy picit is van ebben a városban, olyan, mint Hollandia. Volt már Hollandiában, kollega? Voltam, kiképzésön. És kipróbálta a füvet, kollega? Természetesen nem. A válaszom arra, hogy igen. Értse, hogy akarja. És maga volt már Hollandiában, őrböstől? Raktárrablás folyamatban fogadja el, kérem a... Rendben. Most bombő karni. Édem 84 úton a raktárrabláshoz. Abban most szeretem volna mondani. Jó van, de gyorsabban küldöm. Meg lehet, hogy nem legkibaszott távoli becségnek kéne indulni, a mindegy. Nem szólt az akcióparancsok, úgyhogy megyünk mi. Nincs egység közelebb, úgy nézem. Nagyon örülök, Röki. Akkor annyira nem volt szar döntés, hogy neki indulunk. Bocsánat, de lassítgatok néha, csak szövöm egy picit, most már fáradékony, de ha mindig az jövő héten javulni fog. Na. Ez mesélésen hangzik. És bízom benne. Nem szeretök meghalni autóbalesetek közben, mert majdnem meghalni. Vételítettem 3-19-10-20. Cserél a szemüvegében. Egész agyamat lecserélem. Jézusom. Drága műtét, de egyszer megéri befogtatni. De szar a féke ennek az Audinak. Jó, önön van a golyó álló, ugye? Persze. Csak közelebb megyünk, egyben rádiózom is. Rádiózom, már itt vagyunk. Jó, majd ha látunk valamit, akkor kezdek el. Nem 84, kiérkeztünk a helyszínre. 10-27, nem látunk senkit. Egyenlőre. Kérlek, hogy szolgált, hogy érkezzel le a is. Jó, öleljük itt az utat. Vételítettem 3-19. Lát valami törmestől? Nem látok semmi mozgást jelenleg. Jó, nem értettem, miért tart arra a fegyvört. Kiterítettem 53, ellenőriztük az ajtózárat, visszazártuk valaki. Megpróbált a felszállat. Nézd, megkérek egy meccséget, volt jelvőzzem a kis bank terület körül. Illetve egy másik jelenséget, aki a tisztítőnek ugye a nagy raktár körül. Vállaljuk valamelyiket? Vállaljuk, nem tudom, melyik az a kis bank. Akkor járőrözünk-e körül. Jó van, vállalja már-e. Vételedem 84 elvállalja, akkor itt járőrözünk a jelenlegi raktárrablás helyzetén. 4-es. Szeretném, hogy David keresi Edem 84-et. Önt keresi. Vétel vége. Vissza tudtak jönni értem a 0-0-as kapitányságra? Igen, visszamegyünk, de itt voltunk a nagy raktár, amit próbáltak föltörni, picit várok, azt visszanézek, tudod? Pandúr elf. Mindig visszatérnek a gonoszok. 14-es. 5 perc és megyünk. 14-es, kimegyek addig hozzátok motorra. 14. Esetleg felnézünk ide a... autóparkolóba, hát ha oda bújtak el az emberek, akik próbálták feltörni a raktárt. Másodperc türelmet. Kicsit várunk itt, lapulunk. Nyomozó munka. Vétel kollega, valakinek beragadt a csipogó. Bocsánat, nem csipogó, rádió. Én hallottam semmit a rádióban, engem lehetett hallani? Nem, valakinek beragadt a rádiója, de...
Az is tömvörjön meg, te sötét volt. Lezi rosszul hallottam, de lépteket hallottam a ganásból. De valószínűleg rosszul hallottam. Örült egészséget! Örült egészséget! Erőtet! Megyünk a garázshoz, ott kolléga hajtál, hallott állítólag, csak rosszul szót. Mondja, merre megyünk, itt jobbra? Itt balra, vagy jobbra hallottam. Hív valaki, egy pillanatot kérek. Halló, itt Peter Gates. Uram. Igen, viszont nem vette fel sajnos a telefonját. Akkor lehet, hogy rosszul mondta a telefonszámot, uram. Esetleg el tudná ismételni? Vagy elmondani... Ügyel SMS-be! Szolgálatba vagyunk, nem érünk rá. V1070-es a Cyberbarban... Érted. Rendben, persze. Viszont hallásra. Jó van, nem láttunk semmit. Tö se? Nem. Én se. Jó, vissza 99-re? 0-0. Én már oda tartozom. Micsoda? Átlettem helyezve a 0-0-ra. Bélőtte áthelyezve a 0-0-ra. Mögjövök, azt ölmész? Ez milyen dolog? Megügyöztöm. Na jó, menjünk a 0-0-ra. Helyes. Addig feljövöm akkor az Antóniót, ugyanis kaptam a hívást. Rádiózom már le, hogy visszajönjünk a 0-0-ra. Rendben. Pillanatot kérek. Pillanatot kap. Nagyon meg fogunk halni. Érzem. Érzem a csontjaiból, hogy el fognak törni. Védett az M84, 10-19, 0-0-as. 14. Kurva kékek. Lelőnek. Olyan puhák, de... Félek, hogy lelőnek a picsába. De vezethetetlen is szar ez az Audi. Mivel tényleg levettem a felbontást, a minőséget, és egyre rosszabb az FPS, de általában ezek a rendőrautók kúrják meg, nagyon nem tudom mi. Nem veszi fel valamire telefont. Jön baj, jön gödjön. Pedig jól írtam be a telefonszámot, kilőnek egy SMS-t. Van, bárki kérdezi, köröst, majd körösi hónap. Ha az úr hívja, akkor meg mondja meg neki, hogy ne keresem, hogy mi körössük. És ha még egyszer hívja, akkor meg letartóztatást fogalmasítunk ellene, eldőri zaklatásért. Sobri József dandártábornok keresi Sullivan David vezérőr nagyurat. Kételen. 0-0 a garázsába, gyere már le egy pillanatra. Itt vagyok. Emlékszel, hogy ellopták a kocsidat, és elmenekült az ember, akinál találtunk cuccokat? Uh-huh. Itt hagytam mindet a kocsiba. Benne tudom, rádióztam is. Igen? Jó, a kurvára hallottam. Is. Nagyon szarul hallak a rádió. A kolléga úrt megkérdeztem, hogy jó hall-e, azt mondta, üstök halka a hal. Még akkor éppen én voltam balfasz, amikor rádióztál, de nagyon nehéz hallani téged. Élőben jó hangod, de rádió meg tök most... halk vagy. De élőben jó hangod, de a rádión vagy tök halk vagy. Igaz, őrmester? Uh-huh. Jó van. Uh-huh. Igazán kommunikatív kollégát pozitív. Vettünk föl. Na végre, egy értelmes szó. Elnézést, csak éppen ittam. Jó titkolja, nem is láttam palackot a közébe. Jó van, szóval... Vételített a 3.19. Fő kéne vinni akkor a raktárba. Mi van? Baleset ösztél? Előstél? Elestem, mint a szar. Miért vezet az motort, aki nem tud motorozni? Múltkor, amikor lent voltál Tanyán Dávidka, akkor is akkor elborultál a kis robogó, amit isten ide last háza. Mondhattam anyámnak, hogy nem én adtam neked kölcsön, de hát ő se volt buta asszony. Miattad vörtök meg? Sose felejtöm ő. Jó van. Vigyük már fel a drogokat, hova kell azt itt rakni? Be tudom itt rakni egy egyébként? Én nem is tudom berakni. Csak te tudod berakni. Rakd már be, mert azt mondják, hogy a tiéd. Jó. Aztán úgy tudom, hogy vezérkarra fogunk 10-kor valami megbeszélésre menni. Oda jössz, ő is? Lehet. Lehet. Én kíváncsi vagyok, mit mond az a Zekkúr. Nem,
hosszú ideig... Nem mindjárt jövök. Gyere mindjárt. Magával, mert szakból, az... Nem értem, mi történik. Nem sokat kommunikál a rokony. Mármint a vezérő ragyul. Jó, fél perccel elgondolkodok, mindjárt itt vagyok. Addig nézem szúrósan ezt a falat. Most srácok, mindjárt jövök, de el kell ugranom. Na, vissza is tértem. Folytassuk. Lehúzták. Ezután Antonio nem fizetett neki kártérítést, illetve átverve érezte magát, akkor így Gustav. Vételtedem 319. Kis összegű csalás történt, kérem szépen a Cyberbarban, ez a rövid tényálladék, vezérőr nagy úr. Kérnék akkor legalább még egy szolgatot, segítsen. Ide hívjam a Antoniót, hogy pedig menjünk ki hozzá. Nézzük meg, hát ha visszatért a Cyberbarba. Nézzük meg, így van, itt van az új autó. Most vette fel a kapcsolatot, megkérdezem, hogy hol van. Voltak lövések, akkor azt nagy valószínűséggel majd a határőrség fogja intézni. Vehetőnök közben. Jó, üljön. Őrmester, na mi az? Rádiózik, én hátra ülök. Üljön előre, őrmester. Rendben. Akkor most már az egységszámunk... Alfa. Alfa 72? 270. Vezérőr nagy úr, rútól ott hagyott minket a 99-ösnél. Nem szeret már minket. Én mindenkit szeretek, más szerepet szántak nekem, úgyhogy azért lettem áthelyezve ide. Nagyon jó, mi a szerepöd? Jó van, titkolózom. Ékszer volt. Akkor ékszer. 10-27 a kórházban, mert ez nagyon sok lövés győződ el. Vételjük Alfa 2-7-en, 10-45 a ékszer volt rablás helyszínen. Magában szeretnénk kérni a reakcióparancsokat, hogy a kérdezők elfogadják az a csikóbót. Júj, de megérkeztünk. Azt hittem, az hogy... autóim jobbak voltak, mint a 0-0-ások. Hát, jó. A 99-es. Jobbak a kocsiink? Hát ezt örömmel hallom. Majdnem meghattam a tiéddel is. Jó van, szép volt. Kinek kell ez az oszló? Ne. Bassza meg. Jó van, jó vagyok. Semmi baj. Nagyörűen csináljátok a dolgot. Erőt egészséget. Erőt egészséget. A tábor nagy úr. Meggyűjtünk. Mi a faszom tudja, milyen angol? Szerintem én megjövünk jövőbe. Látom, gyönyörű volt. Hozzak rá Porsét, ne? Szerintem ne hozzá Porsét, mert így is majdnem meghaltunk.
Legyed már magad! Dávid, figyelj! Igen. Most az, hogy itt kiviszed a villanyoszlopot, elütöd a kollégát, tehát ez itt egy profi megérkezés, úgy mondja. Elütöd a motorról, és nem akarok áronkodni. Ott maradt, mert nem dőtt ki, de csak ezért. Így van. Nem. Tölibe vörtöd, az én szemembe is. De a gondolat, megosztom veled a videós bizonyítékokat a tűzkamerámról, nagyon szívesen. Jó vezetsz. Nekem a patkánál megállt az autón, úgyhogy... Nekünk is csak a villanyoszlop állította meg. Semmi baj nincs az autónak, hát mit makogtok? Figyú, amikor kijöttél a szerelőtelepről, akkor nem jöttél bele abba a rendőrgépjárművel, ami éppen ott állt? Teszem ötben. Milyen rendőrgépjármű? Jóval semmi gond. Ezért kérdezték szerintem, hogy tudsz elvezetni, most elkezdem érteni, miért kérdezték. Kollega kicsit be van. Belállnak egy kicsit jobbra. Most selfie-zgeted magad? Hát ez nagyon perverse. Neked küldtem dickpikes képet. Nagyon jó, nincs telefonom. Az kunyarálok már. Mi nincs? Jó kérdés, azt hittem van a raktárban, nem tudom, hova tűnt a telefonom. De sejtem. Mi nem mondtad, a raktárban voltam, baszod. Ma bocs. Nem tudom, elfelejtettem, kurvára nem hiányzik. Kit hívja? Téged ismernek egyedül. Várjál, ismerek még egy ember, de nem tudom kit. Valami megvan a szába. Ki érkezik ki motorra, meg minek? Nem tudom, kérdezzük meg. Ja, tényleg is húzok egy ilyen lövedékállót, miért lelőnek a picsába. Jó, majd bezárt a kocsi, mindegy kivettem belőle a lövedék. Hol a lövedékálló? Ja, itt van, pazd meg. Jó van. Kollegák... Ezek az akcióparancsok, szeretnénk kérni egy túlsztárgyalót és egy felhívás kezelőt. Együk se leszek, az kurva élet. Védedemben Daniel Dátor, jelenleg egy túlsztárgyalónak. Megkapja. Védedem a végzőnkért, de valami erősítés még az ékszerboltra. Péter, még egyetlen gépjármű kell ide, egy darab terep. És több nem. 4-es, ez a 61, 244, egy tahóval. 14-es, és akkor a... Az alsó feléhez szeretném kérni a lépcsőnek, hogy álljanak le és tegyenek le egy szögest. A többi egységünk az maradjon az egyes frekvencián. Járőrözzenek, mi átállunk a kettes frekvenciájára, akik a ékszerrabláson vagyunk. Jó van. Kérem a kollégákat, hogy tegyük is meg. Ügyes ez a csávó? 11XL. Vétel, gyatlott jöttek a terepjáróval? Örült ügészségült. Átöltek a kettes frekvenciára? Még nem, átadok egy kulcsot és megyek. Jó van, jöjjenek. Kettes freki. Én fogom vezetni majd az autót. Kettes freki, azonnal. Helyes vezőrőr nagy, nagyon profi vagy. Én már rég előléptettelek volna, én nem tudom. Van a frekvencián? 14. Értettük, hogy itt vagy. Menőző. Golyás Nándor a frekvencián. Jó van, ja, azt mondom, hogy nézzük körül a környéken. Elviszem az... Elviszem az őrmestert, körülnézzük, hogy van-e valami. Ott van a tárgy. Jövök velem őrmester. Elugrok egy percre. Micsoda? Elugrok. Én? Őrmester, jöjjön velem. Vagy maga fog tárgyalni? Nem. Jó álló, van önöm? Gyalogosan menjünk? Gyalogosan megyünk. Körülnézzük a környéken, legyen önnél fögyvör. Maga se lát itten semmit, ugye? Nem látok, de azért még ide benézni. Várjon, ne induljon el egyedül, mindig várja meg az erősítést, nehogy baj legyen. Jó van, itt a lépcső, főmászunk. Maradjon lönt, nehogy azért, hogy mindkettől lőssünk, hogyha valami gáz van. Kurva jó, nincs a telefon, szart se látok. Jó, sötét is van. Jó van, ojjaj!
Milyen jó hely ez, ide fogok költözni. Ékszerre a szömböri tető tiszta. Jó, na jó, végezzük itt a munkákat. Na tudnám, hol van ez a kurva lépcső? Őt évettem. Van a lépcső. Itt van. Bizonyos a déli oldalra lettek kihelyezve szöges. Így. Jaj. Na. És te kollega? Ha, nem is kell. Tösség? Semmit, csak mondtam, hogy elkapom, hogyha véletlen leesni, de... Jaj, nem, hogy aláváljuk, mint köttöm meg halunk. Nehéz vagyok, mint a ukrán ödvő. Rúgan, futó lépés, őrmester. Szembe is megnézzük a hőzötöt. Hőzötöt. Mindegy. Majd megtanulok egy cégből szélni. Végre nem darabot mondtak? Végre is belső tárgyalat. De ebben hány túsz van még egyszer? Három. Teli tiszta mindön. Úgy futok, mint az a álom. Őrmester, nem bírja a tempót? Nem bírom. Van önnél telefon? Van. Nézem már elő arra, hogy tiszta-e. Rendben. Itt a villogó fényöket látnék. Van. Verekedés látok. Vörökedést? Igen. Éppen Sobri József Dantár tábornok vörökedést lát a templom irányába az ékszerbóttól. Parancsot kérek. Az ékszerrel foglalkozunk per pillanat. Értem, csak nehogy az legyen, hogy bandák gyűjnek, aztán azok vörököttek össze és ránk várnak. Azért kérdezem. Menjünk vissza. Közöbben van a verekedés, abba az irányba, azért kérdeztem. Uh-huh. Mindjárt megnézzük, John, akkor elvisz, átveszed vissza? Maradhatsz itt az autóddal. Bány a akcióparancsnokságot. Persze. Gyere, jó, hogy gyere, nézzük meg. Nézzük meg. Egy 19-et szeretnék kérni a kollégától. Györő, erre látta az őrmester, ám nincs telefon. ...ható madárszerű követés, pozitív. 14, az eskövetés az, hogy a ékszer voltok itt a legjobbra. Felszedjük a szögesdótokat, és álljunk át a két termésben, ami elállja az utat. Két túlszér. Tegyek a túlszér? Erre láttuk. Hány túlsz van bent? Három darab. Ó, milyen szép röndörtség! Ezt nem is láttam eddig. Szögeseketésen állunk a járművekkel. Szállj, nem? Jó, van hozzá kulcsod. Mester kulcsod. Hát én nem látok itt senkit. Én se. Megláttam biztos, hogy ezt elfutottak. De tiszta! Hát, tőle én is megijednék. Nem csodálom, én is félek, de a magam tukon fölkelek röggöl. Gyere, róka, hogy nyugízi! Vice bóca, fussá! Szaladok, futok. Ja, jelözni szerettem, hogy örömösnek kibaszott szarkondiba van, ha én lefutom 30 éves följe a kis fiatalkát. Örö vagy. Azt hittem, ő hagytalak. Még itt vagyok, meg a lábam is fáj. Jó van. Sétálhattunk volna. Itt indult ki az első túlsz jobb oldalra. Jó vagy? Persze, itt vagyok, és erre... Ne? Arrébb állják az autóval. Ugyan közös, úgy hallottam, ők kell innen állni. Igen, igen, oda a többi autó. Hol vette? A másik oldalra álljon, szerintem. Nálam biztos, hogy nincsen. Hát ez van.
Mit köröstök? Elvesztettem. Fölvettem a szöges kicsit. A fiatalságomat. És elveszett. Jó. Az különmetlen. Vétel, hogy állunk? A fiatalság a eltűnése, vagy úgy minden más? Minden szerintől. De öreg lettél. De fiatal, jó, itt magyarázzál meg. Te 28 éves vagy, az öcséd meg 42, ezt olyan faszba hoztátok össze. Nem legyen kell, engedd el, hülye, mit a faszom. Az biztos. Jó, hát családban maradt. Egyébként igen. Te unoköcséd is. Hát én tagadom. Én is. Akkor jó van, de neked az édes testvéred, ha jó tudom, hogy fél testvér. Édes, de neked meg az édes unokaöcsétek majd, hogy nem. Jó van. Szerintem adjuk ezeket a családi szálak fölbogozását, inkább nyomozzuk az utányik ezek. Mit tudunk ezekről az... De furán közlekedik az úr, nyomjon már egy valamit, mert pók van a lábán. Melyik? Itt, hoppá. Aki ott futott majdnem. Vétel az utolsó túlszét hallgatom a követelést, valószínűleg fedüldözésre. Öcsém, jó se van szembi. Jó napot. Jó na, estét kívánok. Jó segít. Köszönjük szépen az elismerést, sokat dolgozunk rajta. Na végre egy pozitív kritika. Egy aranydolat, ezen kívül 10-26. Gondolom, ti mentek előre. John. Nem hoztunk motort, az baj. Megküldtük azt, aki jött, azt mondtuk minek ő. Igen. Velem van Scott, egyébként nincsen semmi probléma. Miért Scott egy motor? Nem, Scott volt motorral, elment, és jött velem vissza Porsche-val. Ért? Ja, hogy Porsche-ink van, az jó. Mert nekik van motorjuk. Vagy Porsche marad nincs belőle. Nem tudom. Te vezetsz? Na, Porsche-mak még egyszer törtem az üldözés során, jó? Altábor nagy úr még sosem balesetezett Porsche-val, hát ez minden önismerése. Ő biztos ő olyan azért, sofőr, hát, mint te. Tudnék mesélni. Biztos sokat tudnának mesélni, ha megkérdezném, tehát az altábor nagy úr mond. Hát végül is, hogyha belegondol Jóska, akkor ugye a kollega se látta, hogy belevágódott ez a szoba. Küldtem neked egy SMS-t. Megkérdezhetem, hogy a kedves... Igen, arra legyen szóval hagyni a helyszínt nagy sebességgel. Köszönjük szépen. Igen. Akkor meg. Gyorsan. Szóval én nem mentem neki az oszlopra, küldtem neki egy képet, hogy hol vannak a keréknyomok, úgyhogy rekt. Jó van, nem mentél neki. Legyen ez a közös hazugságunk. Az autó az egyben van. Nátok van az oldalán sebesség? Sebesség? Ne baj. Te nem voltál elég ilyen sajtós? Tiszt már ne haragudjál, fogalmazni is alig tudsz. Nem. Jó van. Jó volt veled beszélgetni. Büszke vagyok rád. Miért kell engem bántani? Nem tudom. Nagyon okos vagy, hogy... Ja, persze, hogy te fogsz vezetni, mi akkorákat pislogok, hogy meghalunk most itt állva majdnem. Jövétem meg... Hát mit ő? Nem tudom, eddig pislogtam 50-60-akat, most örülök, hogyha 30 mög van. Baj. Mindegy. Elmentem, hogy drága műtétre volt majdnem egy misére, mert jövő héten rendbe jön a látásom. Mennyi? 30. De miért érdekel téged a korom? A műtét. Drága volt. Hát, de miért nem biztos, mert igazából azt mondtak, hogy 3-5 napon meg keresem. Halljátok, amit beszélek egyébként? Nem. Nem. Jó, oké. Okay. Indulhat. Ja, oké, okay. Viszlát! Szállj be meg, hogy nem vagyok pofáztat, hogy nem halljátok indulhat. Bűnézést! Sullivan! Indulunk! Nyitom, ajaj! El van, bőrben. Őrmester előre üljön, ő rádiózik. Én kibezártam. Rendben. Hát ez... Vétel a kamacsol egyértelműen a két szerepjáron, majd döntsék fel, hogy melyik kamacsol vagy melyik szerepjáron fog előre menni. Brüm, brüm. Tök mit beszéltem. Jó, ez esetben akkor a taós egység fogja üldözni a kamacsot, a F-50-es kíséri őket. Tárgyaló, mi a helyzet? Mondtam, hogy induljanak el. Biztos, hogy itt beszélget. Magam a szöges drótot. Értem. Sokkal jobb úgy meghalni, a szöges drót van az öletbe. Nem tudom beszállni, kiszálltam. Ó, hogy a franc, ugye meg a kényes lölködött. Szállj már bő. Istenem. Ez szép volt. Nem tudom, nekem gyanús ez a dörmester. Hogy teleportált maga oda? Hát húzott a vezérőr nagyon. Ennyire erős. Hogy
néz ki. Öveket becsatolni. Mindenféleképpen ezt javaslom. Jó van. Nagyon meghalunk. Péter, túsztál gyaló az beút a járműbe? Pozitív, készülhatunk. Pozitív. Milyen a porsanak az Audi-en? Vétel a kamacsa egy kinem marad, mind a ketten a dobozba távozik az éppen. 14-es. Jó, hanem a harbőn jönök, igazad van, nem kell kapkodni. Hát a Porsche vezet, úgyhogy... Akkor nem tartja az utat ez az Audi. Ja, fasz, jobbra mentek. Akkor rosszul láttam. Megálltak, láttam. Ja, piat, ez ilyen trükkös garázs lőhött. John, fajtos el rájött, hogy mizu, mert azt láttam, hogy megálltottam. Igen, mert futnak. Merre futnak? Itt vannak. Bár, bocsánat. Fogták a másik, ott van. Álljon meg! Van, egy sokkolva. Hol a másik? Mindenki megvan. Ott meg vagy? Hát, olyan helyre hajtott volna az autóval, hogy nem tudott tovább menni. Jó van. A kollégák szeretném megkérni az egységet, hogy nézzék át az ékszer területét, oldják fel az árást és a kiírást is tegyek meg. Vételétedem 319 az ékszerból területet írsz a szolhat vételét. Profi kézműves munka volt. Szeretném egy terepjárós egységet, hogy érkezzen ide ki hozzánk. Küldök egy erősítés kérést a beszállításhoz, mert csak egy valamit kell szállítani. Az egyik egység érkezik, akkor majd. Pozitív. Kiküldtem. Mind a kettőtől kaptuk. Piac. Nem tudom kinyitni. Jó. Meg itt látom. Jó, tele van itt a hátizsák. Pozitív, a beszállító egységnek küldtünk csipagot. Rengeteg ékszer van itt a lónál, közben, amit átkapolni egyből. Köszönöm. Tiszteletem. Gyöngörbé tisztelettem. Szép jó napot, szép hogy tetszik lenni. Köszönöm, jó. Végre volt egy sikeres akció. Sajnos ez volt, hogy felakadtam az ajtó. Előfordul az ilyen. Hát egy rabás. Ügyesen böntök pötik. Nagyon ügyesek voltak, amíg nem kaptuk. Jelölni, hogy... Majdnem sikerült. Majdnem. Hát sajnos nagyon ügyesek voltak, de ma ez mind se ért. A kamacsút azt lefoglalták? Kamacsút? 14. Gondolom. Ne adjunk ki információkat, kolléga. Vétel, itt levészem az egyetem. Keresem Sullivan Davidet. Köszönöm szépen. Vétel, majd az ékszerbolat rablás után egy állományba helyezést. Jó, mire egy sorba bebakoltam, ami az urnál volt. Tökéletes. Mögtenél bőteti a személygépjárműbe. Óvatosan. Nagyon szépen köszönöm a kedvességét, őrnagy úr. Óvatosan besegítem a gépjárműben, és se a fejét. Majd bekapcsolom ott a biztonságot, és becsukom a gépjárműt. Igen. Profi kézműves munka volt, őrnagy úr. Mindenön ismerésem. Köszönöm szépen, uram. Én azt javaslom, ugorjon egyet, mert pók van a lábám. Jaj, most már sokkal jobb. Na. Valahogy egy helikopter. Ajaj. Miénk? Nem tudom. Helikopter érkezik a helyszín. Tártalan. Hát nekem tökötte volt, úgy lelőttem volna, mint a szart, hogy közöljön. Na, és
lett piros. Na, sikerült csak. Átgépről, mint átnéztem. Átnéztem, volt benne Haribo, meg ilyenek. Szia, Panni drága, hello, hello. Igen, de nem találkoztam a főnökkel, megnézem még egyszer. Jóska, ti fogjátok majd kiallgatni az urat, jó, én addig az urat majd állományba veszem, akiről veszem. Értem, de nekem lassan ő kell hagyni a várost. Vigyök vidékre. Tudod? Tudom, jó van. Na. Veszem az urról a hátizsák. Valami mindig nem fog. Menjünk kicsit a urat. Ki, Alexis? Megfogja az urat, legyen szíves. Feloldom az égszerboltnak a nagy úr. Pillanat türelmet. Mi volt a kérés? Megfogja az, hogy a urat, hogy ne menjen el, legyen szíves. Persze. Lekápakolják. Jobban. Itt van... Vétel, lezárom az égszerboltnak a riasztóját, kollégák. De mozog ez sehova? És hogy van, kedves uram? Jól. Jó van. Elnézést. Egészségileg hogy van? Jól. Illetve megkérdem a kollégákat, akik részt vettek. Jó van. Köszönöm az információkat. Mentőre akkor nincs szüksége. Tökéletes. Professzionális kézműves munka volt, kollégák. Hány kilogramm ez? Az égszerek. Szia, Red B, hello, hello! Na, mi volt náluk? Ékszer, lőszer, fegyver. Abban meg csak egy kis halidó. Segítsen legyen szíves, mert nem tudom elvenni tőle az ékszereket, akármennyire is szeretném. Na jó van. Akkor... Most megpróbálja, uram. Jó. Erőt, egészséget, üdvözletem. Úgy tetszik lenni. Jó. Jó vagyunk, köszönjük. Önnek nincs szüksége mentőre? Jó van egészségileg? Hát én jó vagyok, mondjuk egy jointet, hogyha visszaadnának, azt szívesen elszívem. Értem, köszönjük a beismerő vallomást a marihuana fogyasztásra és birtoklásra. Köszönjük szépen. Hát de orvosi célokra... Értem, erről van papírja? Ha minden igaz van. Jó van, akkor majd bemutatja. Jézus, mi történik? Jó, majd bent megkeresem. Jó van. Bent, meg úgy is gondolom bevisznek. Bevisszük. Tukolj egy kollégám, mert pokon a lábán. Itt mindenkinek szerintem, ez ilyen pókos hely. Ajaj. Szia, kolléga. Abban az úrnál van még majdnem... 40 kiló, 50 kiló ékszer. Mennyi? Még sok. Az igen. Teljesítmény a javából. Olyan kölyök, hogy adhatom tovább az ékszereket. Beátítani a csomagtartóban, legyen szíves. Megbilincselve, nem? Nem elmondom majd. Tényleg itt az úriembert, szépen ott felengedik. Kicsit könnyebb lesz pakolni. Szia Máté, hello! Már megy az autó. Én ne rakjam? Mit kell hívni? Ja, hívőd! Hát a Daurotista egyházat ma megalapítottuk. Hogy összeszedtük az 50 embert? Mert összes nem fog befogni. Meg fog dögleni éhön. Ja, vettem, hogy ilyen a chipset, kurva jó. Tahó. Csak 5 kiló szerintem. Értettem. Tahó. Ne válszoltok az egyház vezetőjének és főistenségének, úgyhogy bázd meg. Ó, én eltársizom. Hova megy az úr? Hogy fért a Lexus sebébe 50 kilónyi ékszer? Még egyszer. Hát biztos úrat mondtam, hogy menjen arrébb, mert elfogják csak. Igen, itt van egy ilyen agyatlan marha kiabál is. Jó, van, ő ment. Már nem. El is ment. Már nem fogják elcsapni magukat. Még nem vennék mérget erre. Én reménykedek, hogy nem, mert most mit csinálnék? Nagyon tetszik a pólójuk, nagyon szép kézműves munka. Jó az a rajta. Mit ábrázol az? Mosolygós arc? Önök akkor ilyen boldog csapat? Nem tudom. Ördög ilyen boldogak. Most kivételesen nem annyira, de... Hát nem adta ki. Na, Csóti, ja, hát kiosztotta egy csomó, hogy hívják, hogy szerintem Csóti most érti. Csodálkoztam is, hogy kollega befordult és megálltak, hát mondom, akkor jövök szemből. Vaj, nem lehet. Szép baleset volt. Ügyesen csinálták, amíg el nem baszták. Már akarom mondani, rontották. Na, visszatérd az agyát a kocsijába. Jó van. Ne beszéljünk így a...
mert nem akarom tovább, de meg megsértődnek. De két autóban nem tudja bepakolni, ami a zsebében van. Beszarok. Nagyon sikerült. Jó van. Kolléga úr, ugorolj egyet, mert pókos a lába. Jézusom, mekkorát tud ugrani. Kicsit közelebb ennek a csőt, hogy meg tudjam nézni a címkéjén, hogy mi van ráírva. Önyémre? Igen. Sobri József dandártábornok vagyok, jövő számom 84, kérdezzen nyugodtan. Szerintem egyébként magánál lesz a probléma, mert még sok. Nálam se egyik kollégája se fókos. Abszolút ő tudom képzelni. Jó, biztos nem van a probléma. Köszönöm az információt. És önben kit tisztelhetek? Igen. Én vagyok. Nagyon szép név. Én a neve? Maga ön. Igen, meglepett engem is ez a tény felsorolás, de hogyha már így bevollotta, meg szereti a füvet. Na, atya úristen. Hogy a jóisten befélte? Volt egyébként. Ja, mert ugye ilyen pici ékszereken én csak nem lehet csökkenteni a súlyát. Ja, értem. Ő meglepett, akkor mondta, hogy 50 kiló van. Remélem megjön jövő héten az új laptop, mert agyvérzést kapok. Melyik körítőt kell benni? Úrok egyet én. Nézem kicsit a fődet, az jót szokott tenni. Nagyon szépen nézem a fődet. Ó, nagyon szép főd. Nálam is tudom, hogy minden van nálam. 42 volt. Biztos rögtön. Na, miért vettél, Máté? Nem kell? Nem kell, köszönjük szépen. Jó, nem tudom, ha tudtam, hogy ez ennyi idő. Nem segítettem volna. Hát részét elvenni? Én maradt egy pici nála. Ja, akkor kérem fordulja meg. Szétetlen. Táncolunk egy semmit. Drójában van, nagyon jó. Jó, veszek azért is egy sokkoló, ne nézek meg inkább foszatlan köcsögnek. Jó, akkor kivettem azt a 7 darab ékszert a zsebébe. Jó nézést. Táskájába. Na, elnudat, hogy fordítson. Biztos 5 ember környékén akciózni fog, nem tudom, nem mindegy. Jó, mondjuk az előzőre, mert nem tartottuk, az meg elment a picsába, tehát ezt se értettem. Na, Jóska gyerek, mehetünk. Rönnből van? Nem tudom, hogy jó van, bőrmester, üljön be nyugodtan. Elnézést. Pedig ő rádiózott. Így van. Most én rádiózom 10-26-00, szerintem üljön egy másik autó, mind a két tét itt van ott most, ugye? Nem, az egyiket a homban. Ja, azt hittem, jó van. Alfa 272, 1026, 0-0-ás ős. Minusz 2, 270. Már láttam a biztos, hogy bekötni az övemet? Nem tudom. Persze, átnyúlok és... Köszönöm szépen. Áthozom az uramat. Jó rendes. Biztonsági vett meg, becsapatítottam. Nem voltak gyanúsak. Ő az kanyar volt. Én hogy jelkot vettem egy Asus ROG Strix-et, 17 szolos, Ryzen 9 5900 XL, nem tudom, processzor. Jézus, bazd meg. És 38-os videókártya. De ez az M1 Pro, az kurva jó. Az meg Sullivan. Elmebeteg. Annyira lemaradt az AMD meg az Intel a processzor fejlesztési versenyben. Nem látok semmit, biztos ura. Mindjárt megoldjuk a problémát. Mögérkeztünk. Kis rongyosan biztonsági vagy. Rossz a memóriám. Az úriemberhez kisegítem a gépjárművől. Ajaj, eltűnt az úr. Ó, ennyire rossz volt a szeme? Nem. Bent van, elnézést. Hát. De keltsünk itt pánikot, kolléga. Kisegítem az ott a képjelőt. Igen, zseniális. És így haverom vette egy... Mert akkor kijött az M1, akkor megvette a... Mi ez a...
Mehetek magam? Kis asztali cuccuk, amit eszembe. Ajaj. Kollégák? Mehetek magamtól? Jó van, vezetjük vezetőszáron, képzelje ide. Jó, jó. Jövök. Ja, szóval meg... Én nem voltam még itt. Nem, még egy lépcsőt feljön. Jól, megvárnak a kollégák, én sem vagyok itt otthonos. De szerintem őre mentek. Jó van. Igen. Arra csukodik az ajtó, úgyhogy valószínű. Így van, nyomozó vagyok. Jó, menjünk szembe. Ide? Nem, ide megyünk. Kicsit menjünk. Így van, tovább. Kicsit tovább. Jó van. Igen, úgy gondolom. Mennyire tovább? Ne zavarjuk úgy egymást, gondolom, erre gondol a kolléga. Igen, igen, igen. Ez jó lesz? De már jó lesz. Ez jó lesz. Ja, engedem gyorsan az úrnak a vezetőszárát. Már pedig is nincsen az ön kezén, igaz? De van. Akkor gyorsan azt elintézzük. Mac Mini, azaz. Te az M1-es pociba, és én néztük, basszus. Letöltöttük a Rednek a... Kérem ide. Demófájlait. Mennyi volt? 80 giga egy 3 perces videó, és nyersbe, és DaVinci-vel elkezdtük vágni, és nem izzadt a gép is, ez még az egyes megkegy volt. Közben az úrról, lesek egy tökéletes volt. Mindjárt jó lesz, megoldom egy pillanat. Rendben. Ó, ilyet még nem csináltam. Mint az úrról ezt a maszkot. Jó, lehúzom szépen róla. Jó, leteszem ide. Az asztalra. 40 keresi Meteot. Nagyon ismerős tűnik az úr. Jó van, üdvözlöm, Sobri József dandártábornok vagyok, élvényszámom 84, kollégám Peter Gates őrmester, akademista. Tisztában van azzal, hogy miért tűn ön most itt előttünk. Peter Gates vételen. Egy pillanat türen, ha már mikor a visszajöjjön. Addig kérem, ne válaszoljon a kérdésre. Itt vagyok. Ajaj. Fú, a kollega, nem tudjuk visszahívni. Az egyik kihallgatott teremben, éppen kihallgatást végzik. Nem azért, mert nem akarok magukat átadni, nagyon szívesen. Nekem is, hogy a vonatom tudja ez ilyen, de... Ja. Peter Gates kollégát megkérném, hogy ne szakítsuk meg a kihallgatást, nem zárjuk rövidre a rádiót, köszönöm. Köszönöm szépen, hogy visszajött, biztos úr, nagyon rendes. Jó van, Peter Gates őrmester, kolléga, akademista. Tudja-e, hogy miért van most itt előttünk? Lehetséges. Kérem, ismételje meg a válaszát. Hát ő, igen. Tudja, tisztában vele, hogy miért hoztuk ide. Ő mondaná, hogy miért hoztuk önt be? Hát, részt vettem esetlegesen egy ékszer... Hogy vagyunk még a kettesen? Ékszereknek való kölcsönvételében, illetve mennek, hát mondjuk igen, jöjjenek vissza kicsit fogocskáztunk magukkal. Ez így mindenki. Talán szépen hangzik, nem tudom. Nagyon szépen hangzik, ezt úgy fogalmaznám meg, hogy töttönérés történt, miközben önök egy ékszerbolt kirámolását végezték, majd menekülőre fogták a rendőri egységek elől, mely azzal ért véget, hogy önök letartóztatás alá kerültek, és behozatalra a kihallgatóba. Megerősíti, hogy így történt-e. Kolléga úr, vezeti a jegyzőkönyvet, elnézést. Persze, mi az úrnak a neve? Jó van, jó a kérdés nevem? Volt. A nevem? A nevem, az kérem szépen, bocsánat. Az egyébnek 300 Hz-es képzeld, amit megrendeltem. Nagyon durva. Nagyon kérdés, hogy fog menni, mert most nagyon-nagyon esik. Szeretem volna veled itt találkozni, David. Önök ismerik egymást? Elnézést. Lehetséges, lehetséges. Ez bármilyen szempontból zavarni fogja a kihallgatás menetét, Peter Gates kolléga. Felőlem biztosan nem. Nem áll föl elfogultságnak a vágya. Hát, ön részéről maximum, hát mondjuk, jó, akkor köszönöm szépen, kérem ezt rögzítse jegyzőkönyvbe, hogy ismeri az urat, de ez nem vezet elfogultsághoz, vagy bármiféle döntésmódosító tényezőhöz. Nagyon durva. Ennek még nem tudom kihasználni. Tartózkodik még valaki a rádión? Ismételje meg, kérem. Tartózkodik még valaki a rádión? Kötösöm, mindenki átment az egyesre. Mi is lecsatlakozunk a kihallgatás idejére, csak mi nem tudtuk meg, mert éppen kihallgatunk.
10-4-es, csak jelen pillanatban a kollégáknak erősítés lenne annyit, szüksége. Annyit, mint mondanak, biztos fognak tud Undertale-ban raktár. Mondanám, hogy én nem fogalmazom ilyen csúnyát. Értem, de mi kihallgattunk. 10-4-es, csak senki nem válaszol semmelyik rádión, azért kérdeztem meg, hogy van-e valaki. 10-4, teljesen igaza van. Elnézést. Opa. Semmi. Jaj. Nem látod semmit. Nem. Itt ment egy bogár, aztán arra mondtam, hogy jaj. Dandártábor, nagy úr. Mondja. Tudomása van arról, hogy az úrnál milyen illegális eszközöket találtunk? Nem hírom, haladunk keleti irányba. Mit találtunk? Igen. Ismételj meg, kérem. Hát, hogy tudomása van-e arról, hogy milyen illegális dolgokat találtunk a... Még nem jutottunk ideig, még föltettem volna egy kérdést az úrnak, ugyanis említette, hogy ön visszakérni a ön, nálunk az öntől elkopozott füves cigarettáját. Van-e erről papírja, hogy... Értem, én ott jeleztem, hogy ezt föl fogjuk használni. Akkor kérem, mutassa meg a papírját. Hát nem tudom, hogy nálam van-e. Jó van, akkor nincs. Akkor ez is megy a illegális szerek közé, melynek birtoklására és használatára készült az úr. A birtoklás az tény, a használat az feltételezés. Fősorolja, mit találtunk nála? Nem muszáj, ne húzzuk ezzel az időt. Én hallgatnám. Jó van. Akkor hallgassuk. Sok beleszólásom úgy sincs ebbe. Én azt mondom, hogy az úr együttműködő volt, indítsuk meg. A tettenérés vágya helytálló, elismeri a tettenérést az ékszerbolt rablásnál és a menekülésnél. Micsoda, bocsánat? Ő ismeri-e, hogy tetten értük ékszerbolt rablás közben, helyett, és menekülésre fogta. Jó van. Akkor kérem, kolléga úr, indítsa meg a letartóztatási folyamatot, és szállítjuk át a kollégát a megfelelő cellába. A faszom se tudja, hol van. Senki nem mutatta meg. Mennyibe fog fájni, vagy ez mibe fog kerülni nekem? Kolléga? Erről jelenleg nem tudom, hogy hogyan zajlik ez az egész. Azt tudom, hogy mindjárt kiszámolom pontosan a büntetését az úrnak, viszont még soha nem börtönöztem be senkit. Jó van. Számolja ki. És én tudom, hogy kell. Megnyújtózhatok, ha nem probléma. Természetesen nyugodtan. Úgy zárva az ajtó, hogy nem menekülni nem tud. Testi épségünket veszélyeztetve nem érezzük. Szóljon ki számóta. Volt egy drogbirtoklás. Pozitív. Egy rendőr elöli menekülés. Pozitív. És egy rablás. Pozitív. Mögkérném az urat, ne táncoljon a kihallgatóba. Köszönöm szépen. Nem, akkor gondoljon arra, hogy bömöllögít, és akkor egy kicsit megmozgatja magát, de kérem a táncmozdulatokat a kihallgatóba mellőzzük. Köszönöm szépen. Mielőtt még meggondol magam, és nem leszek jó fej. Ja, elnézést, bocsánat, csak mindörödbe. Hogyan melegítsek benne. Jó van. Hallgatom a kollégát. Szóval, akkor kezdődött birtoklás, börtönidőbe számoljam? Mondja el, adjon nekem egy számot, aztán az úr milyen együttműködő volt, jó fejek leszünk. Rendben, drogbirtoklás 20 perc. Igen. Utána volt egy rendőr elleni menekülés, az is 20 perc, illetve volt egy rablás, ami 30 perc, tehát így összesen nekünk 1 óra 10 perc gyűlt össze. Hát, az egy kicsit soknak érzem. Én egy, nem tudom, 20 perccel mit szólok az úr? Kiegyezik-e vele? Hogy a viharban? Jó van. 20 helyett 20 teljes mérték. Igen, egy kicsit soknak érzem ezt az 1 óra 10 percet, mivel nagyon együttműködő volt az úr, tényleg együttműködő volt. Őrmester, van öllönvetés? Nincsen. Jó van. Akkor indítsa meg kérem a eljárást. Rendben, akkor kérem én velem, uram. Egy pillanat türelmet, azért rádión tájékoztatom a kollégákat, mert elkezdve mi van, mielőtt még elindítja te is az eljárást. Rendben. Pedig itt felveszem itt a bilincset, jó? Azt nem fogod tudni felvenni, viszont a maszkot. Csobri József, dandártábornok. Van valaki a vonalom? Pozitív. Jó van, kihallgatás megtörtént, úriember együttműködő volt, lefoglaltuk a nála lévő tárgyakat, 20 perc fogdára ítéljük. Van-e valaki, aki ellenvetés esetleg? 20 mi?
perc. Öcség, elnézést, öcség, öcség. Persze, még ez az alap BTK csalódtam benne. Büntetés? Nem, BTK-ban sokkal több, de együttműködőek voltak. Vétel, tudtam, hogy 8%-ot engedünk, hogyha információt, vagy bármi ilyesmi tanúsít. Barátok maradunk, ugye? Vettem vége. Jó, hát ez egy kicsit több lesz. Igen, van-e bármilyen információja számunkra, amit föl tudunk használni, hogy az idejét csökkentsük? Mennyi lenne most így? 110, ahogy mondta a kolléga úr. De nem, elnézést, rosszul mondtam, nem halmozunk. Halmozunk? Mindegy. Nem tudom, hogy mit jelent. Nem tudok igazából semmi. Húha. Jó van. Hát, hogyha valamit tudnék, az... Nem halmozhatóak, szóval 30 perc a maximális. Így van. Amit tudunk ezért adni. Ja. Erre vártam, hogy a kolléga úr mondja már, mert teszteli. Ja. Jó van. Akkor 30 percre fogjuk. Nem tudok sajnos mondani semmit. Mondani nagyon szívesen, de nem tudok semmi. Jó. Melyik 30 perc már? Akkor rakja be a kollégát 35-ségre, és írja be ugye, hogy milyen indokokkal, és akkor kezdjük meg a... Rendben? Rendben, viszont ennek nem tudom a menetét továbbra sem. Jó van. Az a baj, hogy itt még én sem csináltam, úgyhogy kérjen akkor legyen szíves segítséget a szomszéd szobából, hogy ezt elindítsuk. Kurva szar, hogy két újoncot ide küld a szelében, bazd meg. Bár... A cellákhoz le kell majd menni. Igen, a cellákhoz oda kéne menni, és már látom is, hogy hogyan kell csinálni, szóval... Jó van. Természetesen. Gyakorlottál, mint a két rendőr, na? Igen. Hihetetlen. Kérem, jöjjön át ezen az ajtón. Kezeni. És itt kell berakni, jó van. Azt hittem, hogy a csillába elviszük, akkor ott is lehet. Na végre. Menjünk legyen szóval ide a legutolsó terembe. Akkor... Mi a franc ez? Akkor... almát, szőlőt, egy kis barackot is. Akkor... Ja, itt van, hogy jövjek. Igazából ittam egy jó fantát. Őnézést, nem tudtam, hogy itt van a vizsgáló. Hát is, nyújtanám önnek a táskáját. Kérem, aha, akkor... Menjen be a cellába, vagy át a ruháját. Szerintem kikönnyíti, nem? A jelenlegi ruháját, azt pedig tegye be ebbe a kis dobozba, és azt ki is venném akkor öntől. Ezt majd szabadulásának idejekor vissza fogja kapni. Ezt nem tudta, itt is így megy. Egy kurva jó. Hopp, nem is tudom, hogy hova. Itt az őr. Hova lett? Nem a... Kérdés. Vétel, keresném a kollégát, aki a Cyberbarnak a tulajdonosával beszélt. Vétel? A úr az már elment a kapitányságról? Szerintem elküldte csak. Itt van. Nem lehetséges, hogy Vétel átransportáltatta a csillagbörtönbe? Igen. Nem hiszem. Már te itt vagy? Mi a fasz történt? Átransportált volna. Kollega, az 99-esek? Igen. Akkor 99-ekre az úriember. Ó, basszus. Várjátok, hogy csináltátok a tabletből, a tabletesből? Az izmomból. Az nem jó. Akkor csillába raktátok. Igen, ezt már tapasztaltam. Jó van. Akkor... Ennyi. Akkor mi a teendő, kollega? Várjátok meg, még végez a csillagban, a 31-ség az körülbelül 3 kör vagy 4 kör neki, és akkor én akkor leveadtam neki egy perc büntetésébe az időből. Jó van, akkor átmegyünk a csillagba. Az körülbelül időben mennyi? Hát egy kör, 5 kajajegy. Akkor így 30 kajajegyre tettétek be. Igen. Nem tudom, mennyi időt kapott? 35. 35, akkor az 35 kajajegy. Ez meg 5, egy kör. Az ott van szinte egy... fél perc futás. Szerintem az úr ez szerintem egy 22-02, ilyen 04 szerintem ott lesz. Jó, lesz a csillagba. Rendben, átmegyünk, köszönjük. Kinyitja a kolléga, mert ő van közelebb. Köszönöm. Ahelyett ott egy csillagba rakjuk.
Jó van. Hát elnézést kérem. De kérjen elnézést. Tudtam. Ilyenek ezek a rendszerök. Hát nem tudom, de jó szar szerintem. Oda be, mehetünk. Jaj, itt van, jó van, jó van. Igen, azt hittem... kollega, egy picit siessünk, ugyanis lehet, hogy már kb. Szabadul is. Jó, hát... emberünk. Siessünk, fussunk. Másik oldalt. Másik oldalt. Igen, itt. Ah, tényleg igaza van. Azt jó megjegyezni erre, hogy mindig a szürke ajtó a lépcső. Azt vágom, csak nem látom a szürke ajtót. Melyik volt a mi kocsi? Ezzel a kocsi, jó. Ezzel megyünk. Mi a franc? Itt hagyta Sullivan vezérőrön, hogy itt van. Szép teljesítmény. Ó, kíváncsi vagyok, hogy ki és miért keres. most már 84-esek vagyunk, igaz? Igen. Kettesen vagyok, rádiózzunk? Egyesre kell menni. Rendben. Egy pillanat kérek, hát csatlakoznék az egyesre. Véte itt Alfa 84-10-45, csillagbörtön. Ide rohadt sötét van. Jobbá, kiszálltam. Jó van, megálltunk. Nem leszek ilyen durva, inkább csak a sokkolót veszem elő. Értebben nem voltam a csillagba. Jó van, ön zár, én nyitok. Vettem. Nos, merre lehet az úr? Nem tudom. Lehet, hogy ott bent a balcsó? Lehet, de elvileg nem tudom. Teremhelyiségben. Hát ha dolgozik, még a kót van. Valószínűsítem, hogy dolgozik még. Jó, menjünk oda. Hova a faszomba kell bemenni? Jó, lekövertük szegény srácot. Azonban nem tudom, hogy hova kerül, ha kirakja. Jó, elkurtuk. Az ez egy boxring. Nincs ez, amikor beszigorítanak a kollégák. Önnézést kérünk, egy kicsit sikeresen összekavarodtak a dolgok. De ha minden jözök, akkor hamar végez itt, és ezek levonódnak az idejéből. Sajnos. Persze, egy kis türelmet szeretnék kérni, ugyanis még a csillagbörtönben vagyunk. Örültem volna ennek. Ha végeztek, akkor tudna jönni az aulába. Jó van. Köszönöm. Bejt egy Levis Mató törzsnöztös. Ilyen kurva hangos a rádió. Keményében megérkezett az aulába, akkor szóljon és akkor érkezem én is. Ennyire keresnek valamiért? Kit keresnek? Engem. Kérdezek, hogy miért keresik? Én Mateót hallottam. De lenémítottam, nem hallottam magát. Most Vass Zoltán keres. Jó, kérdezek, hogy miért keresik? Most már másról beszélnek, de az aulában meg kell menniek, miután odaértünk. Jó, hát megkövárni, hogy az úr végözzön. Persze. Rakja el a sokkolót. Tévesen a csillagba transportáltuk az elkövetőt, megvárjuk, amíg letölti az ötségét, visszük vissza. Természetesen levonjuk az idejét, úgyhogy addig mi nem tudunk csatlakozni. Uram? Ja, akkor? Nem tudom, pillanat. Még hány darab ilyen jegy van hátra? Mindjárt ilyen pillanat. Vétel itt Gulyás Nándor 10-10, jó szolgálat a kollégát. Jó pihenést.
Jó, és mennem kéne kurvára. Ezt pofáztam, mindegy, ez van. Őrmester, adjuk a... Nyugalom, ha csinálja a dolgát. Ő is jelezte, hogy nem ide akart jönni. Mindegy. Osztatni a kollégákat, akik keresnek. Igazából nekem csak ennyi problémám van az egésszel. Önézést, ő mondanám még egyszer, mert pont elgondolkodtam egy pillanatra. Semmi probléma, szóval csak azért sietetném a dolgot, mert nem akarom megvárakoztatni a kollégákat, akik engem keresnek. De oda szólt nekik rádión, hogy itt van? És persze. Nem tud most menni? Jó van, akkor megvárják, vagy holnap elintézik. Most nem tudok mit mondani. Sajnos ide került a kolléga úr. Ráadásul az én hibámból. Nem az ön hibájából. Mindenki hibáz. Nekem mondta volt parancsnokom, Bottyán János, dandártábornok úr, hogy aki nem hibázik, ő az kibassza az állományból. Mert aki nem hibázik, az nem is dolgozik. Úgyhogy minden rendben megtanulta, hogy így kell csillapba rakni a kolléga urat. Már nem kolléga, bűnöző úr. De nagyon megfagyott ott, azt mosolyog nála. Igen. Jó, van, nekem is mennem kéne, de hát most így... Jó van. Itt tanulunk. Aki nem hibázik, tudnánk segíteni, segíteni neki. Vétel, itt Luizmattal fogadom az utolsó SMS-t, úgyis pont felmegyünk. SMS, igen, azt is kéne. 21.55. De jó. Mi van? Ja? Bohát, ha vele jó fej lenni, de... Milyen jó, neki még néző tere is van. Hát, nem hiszem, hogy jó neki. Igazából menjünk ki. Mondnál, hogy gyújtsunk rá, de nem dohányzom. Ó, nála még van pont egy... Jó van. Cigarett. Cigarett, nyugodtan. Most, hogyha már így említi, kollega, hát akkor én nagyon szívesen elszívom azt a cigit, amit... Jót fog tönni. Már nem fog jót tönni, de kicsit lenyugtatja. Na, ezért nem tudok olyan gyorsan futni, mint maga. Így van. Azt érzem, hogy már 10 perc lement a büntetésből. Tehát most már csak 20. Még átvisszük, tehát egy ilyen 10 percet fog böntölteni a jarton. Rendben? Nekem persze. Ön a parancsnok. Nem vagyok parancsnok, dandár vagyok. Akcióparancsnok, meg szolgált parancsnok a parancsnok. Fölöttesnek fölöttes. És jó, inkább. Önézést, mi a kedvenc száma az úrnak? Micsoda, bocsánat? 482 a kedvenc száma? Igen. 4. Akkor nem adja föl.
Jó van, szerintem kiszöntem onnan. Körössük meg. Merek-e itt menni? Na mi történik ez? Menjünk már kifele. És akkor hova a faszomba tűnik? Ajaj. Akkor hova a faszomba tűnik? Istenem. Maradjon a kocsinál? Értem. Köszönöm. Hát ez kurva jó. És hova tűnt? Imáki. Szia, bár. Hello. Jövök. Hello, hello. Szia, szia, Boti vagyok, admin. Hello, hello. Ugye? Igen, 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 igen. Mert véletlenül raktuk be ide, ahogy elkra akartuk. A pásztatat sima rendőrségre, igen. Igen, igen, nem tudom, hova tűnt. 0-0-es hangom. Ilyenkor, hogyha Angel az el, mindig a kapitányságra fogjuk irat. Á, értem, értem. Jó van, akkor viszont, megyünk oda. Ilyen van, igen? Hogy véletlenül berakjátok az adott szemét, igen? Akkor érdemesebb nekünk szólni. Mert jó. Az Angela sajnos, hogyha meghal, akkor több mint valószínű vissza fog ide kerülni. Meghal. Jó, hogyha most történik valami vele, amíg fönt van és teljesen, meghal. Nem, teljesen mindegy, tehát későbbiekben is sajnos. Ó. Oh. Tehát amíg nem csinálja meg, vagy nem történt meg a megcsinálás, akkor van esély rá sajnos, hogy ide kerül vissza. Ja, értem, értem, értem. Nem tehát nem lesz ilyen probléma. Na, bízom benne. Jó, ezt nem tudtam, ne haragudj. Ott fog várni majd a kollega. Rendben. Rendőrkapitányság előtt bejáratnál 0-0-ások. Szuper vagy. Nagyon-nagyon-nagyon szépen Arigó. Köszönöm. Hello, hello! Szép estét, szia, szia. Neked is! Nos? Látomásom volt, vissza kell menni a rendőrkapitányságra. Értetem. Parancs, értve. Jó van. Szálljon ki, kolléga úr, mindjárt lemegyek a parkolóba, jó? Nem, itt félreállom. Ő, mennyi minden van itt. Izgi. Szerintem a rendőrök úgyis együtt értettek. Meg fogják érteni ezt a játszót és küldetni. Na, ragudj, Dávid, majd no, bet. Ölnézést. Csúszunk egy picit. Jó van. Gyorsan, kicsit tudjuk utolépésbe. Persze, fussunk, fussunk. Akkor lő, 10 perc. Már nagyon menne a vonatom. Igen, hát nekem is. Jó van. Hivat egy személy ellen elkövet egy gyilkossági kísérlet, de közben meg is ölt egy rendőrt. Akkor viszont az ezres... Hova tűntek? Nem halmozzuk. Őrö. Le. David. Hoppá. Öbasztam. Ez nem a... Vagy e... Erre vannak? Ezt a kibaszott labirintust. Gyorsan akkor fuss el. Van. 10 perc. El tudja intézni uram, mert már értem, hogy miért kerestek engem ma. Nem tudom melyiket kell ezt csinálni. Csináljuk már meg együtt. Rendben. Nem hoztáltam még ezt a börtön. Maga már tudja, hogy melyiket baszta el, akkor a másikat kő. Én nem tudom, hogy mit rontottam el, az probléma. Tudtam, hogy szolgált rá csak. Jó, egyszerűsítsük le. F6. Akkor ebben az esetben itt az, keresek egy olyan kollégát. Ugye az F6-os izomba találtam, hogy börtönbe rakás. Cuccot. Igen, ez volt ahogy hívják. Ez a fegyház. Az egységünk 10-19. És más nincsen nála. Nálam sincs. 10-4-es. De, meg kell, ja nem, igen, börtönberakás van csak. Igen.
Tehát én más nem látok itt, az a problémát, hogy a 99-esen tudnánk betenni valamelyik. Ja, ez a másik, hogy mi 99... Vételem. Jó, hát ezt így elbasztuk, mert mi a 99-esen tudnánk titeket berakni. És két 99-es hallgatott ki. Jó van, menjünk vissza örpéből. Lötölt a 30. Lötölt a 30 ötség. Kész. Ebben az esetben vazzolt enzászós keresztül. Nem fogom itt szarakodni. Vétel, itt vagyok, most intéztük el az ügyet, és futok is fel, már láttam, hogy nekem mondják. Most már elengedem, mert most tényleg itt szivatjuk, meg körözünk. De köszi Máté, nagyon-nagyon jó fej, hogy... Ugye gyorsak. Van egy hölgyet. Akkor szeretném önöket megkérni a legfőső szintre az irodába, kísérjük fel a hölgyet. Rendben. Uram, szeretnék kérni engedélyt, hogy az akadémista fölkísérhesse az urat, a hölgyet, bocsánat. Hova lettek? Megkapja az engedélyt. Ja, fasz van itt? Itt eltűntek. Két szőrmester, merre van? Fent vagyok az egyik kihallgató teremben. Jó van. Kolléga kijutott az utcára? Pozitív. Köszönöm. Mert az Angel elfogadva összekénem a börtönből, így a flag bent marad a börtönből. Ááá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 
Uha, biztos érdekös. Meddig fog ez még tartani? Rövidesen vége lesz, uram. Ők akarták az RP-t. Te vállaltad magadra ezt a procedúrát. Sullivan David vezérőről nagy urat keresem, rádió. Keres rádió. Sullivan David vezérőr nagy urat. Terem. Merre? Nem le a kapitányság. Én is. Azon belül? Garázs. Megyek. Vagy fél órával ezelőtt kértem egy sorakozót, de az még mind nem sikerült összehozni. Ezt jeleztem már pár szor problémák, de kihallgattuk, meg intéztünk dolgokat. Amit jeleztem rádió. Jó pihenést. Értem. Azt, aminek mind ide álltunk, az kömény. Jó, Dávid. Gyere egy picit. Gyere egy picit. Valamint akarom, hogy gyere egy picit. Jó, azért... Én vannak problémák, köményem. Mondom, én még van, azt sem tudom, merre kapjam a... Bocsánat, ki... Igen? Bocsánat, csak hogy mehetünk erre a hívásra, mert most jött, ugye, hogy kamacsóval próbálták elrabolni az egyik uriamet. Egy nyomorú sorakozót hívtam össze, mert fél órá vezett, és minden sikerült abszolválni, hogy kicsit kezdve bepipolni. Jelenleg intézzük ezt a... Jelenleg senki nem jön. Azért kérdeztem, hogy most mi legyen. A Zoltán, illetve Péter Géccel itt a... Nem mindent. Oké, akik nincsenek elfoglaltam, mondjuk, hogy azonnal jöjjenek ide, mert különben súlyos segberúgás tényálladéka áll föl. Na mindegy, azt akartam mondani, hogy kéne olyat csinálni. Hogy? Nem tudom. Köszönöm szépen, hogy például elmegyünk valahova, megnyomjuk a... Mi ez a riadókompót, hogy reagálnak, ez a sorbaállás, ez kritikálna aluli. Én is akkor itt voltam vasárnapon, szolgálatparancsok lőttem. Mondom, álljunk sorba, el kell rohanni, aztán volt akció, mondom utána, akkor sorakozó, mondják meg másodszor, mondom, nem, először, mert az első se sikerült. Katasztrófa. Nem reagálnak jó. Nagyon-nagyon szépen a köszönöm a raidet. Greg Show. 5 másodpercet adok, nem érdekel. Ez is figyelj, bazd meg. Szép jó estét! Hello, hello, hello! Mi jót tóltatok? Mit csináltatok? Kurvára mennem kéne már.
Jó van. Csak történik valami. Hoppá, ez eltűnt. Hova lett a vezérőr nagy? Szinte mindig is zsémet utána, a tibbék után, hogy hol vannak, mennyi mindig. Jó, értem. József, sorakozó után beszélhetünk majd egy kicsit? Hát megmondom őszintén, nekem már 23 perc a vezérkari megbeszélésen kéne lönnöm, csak kurvára nem tudunk sorakozni, meg vannak problémák. Beszéljünk most gyorsan. Négy szem közt kéne? Igen, gyorsan akkor. Jöjjön félre, addig elnézést kollégák, hogy itt félre szakítjuk magukat. Hallgatom. Igazából csak annyit szeretnék kérdezni, illetve mondani ennek, hogy igaz, még az messze van, mire zászlós leszek, de hogy ugye alosztály, majd úgyis választani kell egyet, és nagyon szívesen mennék humánusnak, hogyha jól tudom, hogy annak az alosztály vezetője. Így van, engem vert meg, akarom, de áldott meg a sorsos feladattal. Úgyhogy én nagyon szívesen őrülök. Szeretnék majd jelentkezni, ha erre van lehetőség. Biztos van, megmondom őszintén, én most próbálom összekapni, hogy mi az Isten folyik itt, mert olyan szétszeredett a banda. Mindenféleképpen beszéljünk. Nagyon örülök neki. Igen, igen. Úgyhogy ez még áribb van azért, de én nagyon szívesen szeretnék majd jelentkezni. Természetesen. Ó, pánik gomb. Igen, ja. Hozunk innen. De ez itt bent. Jó. Már pánik gombot nyomunk. Ennyire szar a helyzet. Én már mindent nyomok. Mindenki meghalt. Széttömötésük lesz. Tisztelete, próbálj egy kódvonat, hátára hallgatok. Pillanat, mi mindjárt érkezünk, hárman jeleztem az előbb a rádióba, hogy intézzük az ügyet. Jó. Elhallottam semmi. De mi három fő. Jó, de volt ez a, igen, a Luis Mateo, azt hiszem, Peter Gates, Vas István, vagy Zoltán, bocsánat. Jó, van, de hát ha megnézzük a telefononkon a csipogót, vagy mi ezen az okos óránkon, akkor látjuk, hogy kurva sokan vagyunk itt, lenne meg kurva kevesen. Konkrét 2, 4, 6, 7 ember nincs itt. Hát, Luis Mateo, igen, ebből 3-nak van. 10,000. Akkor mi van szolgálatban? De ez pakolja éppen a felszerelését. Jó, értem. Nem tudom, csak lehet. Lehet. Az is lehet, hogy nem. Nem tudom, szerintem ez a... Gözörkori megbeszélés nagyon csúnya el fog maradni, főnök úr. Még mindig vannak. Jó, felmegyek, intézem, megnézem. Jó. Akarsz lepaszást intézni? Én... Vagy olyan hangulatban? Mindig vagyok olyan hangulatban, nem szeretném lebaszni a kollégákat, azért meg geci nem tudok ideérni egy kibaszott parkolóba 5 perc alatt. Mi van akkor, hogyha valakire rálőnek és kód nulla van? Akkor is így reagálunk, kollégák? Aha. Majd ők itt lesz akkor, nem most mondjad ezek ja. Azoknak, akik itt vannak. Bocsánat, nem önöknek szólt, maguk kurva jók voltak. Köszönöm szépen. Köszönjük, uram. Egyébként mindenki nagyon meg voltam elégedve, az ékszerbolt rablás a legjobb akció volt. Az előtte lévő az kevésbé volt jó, amikor elütött a saját rendőrautómmal menekülő ember, illetve vezérőrnagy rendőrautójával, mert nem kaptam a kulcsot, így nem tudtam bezárni. De legközelebb már megkérném az kollégákat, hogy rakjunk kibaszott bilincset az elfogottakra, akiket börtönbe viszünk. Nem kellemes, amikor egy Audi átmegy önökön, így éke. Biztos tapasztalták már? Természetes. Kamacsóval is. Sajnos. Kamacsóval még szarabb löhött. Hát, minél nagyobb, annál jobban fáj. Jó van. Na, én már nagyon lebasznék valakit, azt elmennék a halálfaszára diszjokénak, mert tényleg lenne dolgom. Vagy maradjunk és akkor járőrözzünk. Jaj, srácok, történjen már valami. Ajaj. Azt mondom, van egy pár halottunk. Magnum elővette a Magnum. És akkor dupla Magnumot kapnak. Dandár tábornok, hogy áll a gyászbeszédekkel? Nagyon párat jó. Párat szerintem kell majd mondani. Nem baj. Elértük, kiváló ügynökök voltak, a rendőrség saját halottuknak tekinti őket, családjukkal együtt érzünk, Isten nyugosztalja őket, legközelebb érjenek oda kibaszott sorakozóra. Ámen. Ámen. Tökéletes. Ámen. Ennél szerintem is kérdez volna, uram. Jó van. Nagyon izgalmas itt. Az a probléma, hogy aki normális, hogy idejének időben állnak és azon nézik szoknak a falat. Akik meg késnek, akkor meg nincs a következmény. Hogy szép a fal. Most... Na, azért... Nem mondom, hogy nem hibázok, mert ma is véletlenül rossz helyre küldtem egy embert, azt őt kerestem fél órán keresztül, de megoldottuk a problémát, szóval végül is nem volt akkora gáz.
parancsoljuk, és mindenkinek. Kollégák, nekem is megállnom a szolgálatot. Menjen nyugodtan. 10-10. Jó pihenést. Nagyon örült fog a vezérőrnagy, hogy még kevesebben vagyunk lett, amikor visszajön egyébként, de jó pihenést. Nem most pihenek. Nem tudom összeliben, mit akar egyébként. Nézd a jó oldalat. Egyet jó van, tisztelegjünk előjárónak, mert mérges, mint az fene. Merre vagy? A sorakozóval. Tisztelet. Nézd, négyes, kikísérjük a Cyberbat tulajdonosét és érkezik. Kérlek, hogy engedélyt kérnék, akkor inkább átvonni a 99-eset tisztiszéjából. Menjön. Köszönöm. Jót sorakoztunk. Igen. Kevesebben lettünk, mint amennyi előtt állunk eddig. Nem baj. Tisztelegjünk továbbra is. Nem áll meg. Jó van, kezeket lepihen. 61, 10, 19, 99-esek 10-10 helye volt. Mit tudom, mi történik? Kotek minnyien jönnek. Jó van. Nővézeset volt mi? Micsoda? Ő nem ott volt azzal a Cyberbáros úrgével meg a csalási ügyek? Nem a hölgynél voltunk. Nem a hölgynél voltunk, a másiknál voltunk. Az mi volt? Mesélje már, amíg itt várunk. Nem tudom, pontosan én sem tudom. Szóval Zoltánnal ezt akarom majd megbeszélni. Értem. Mindent uram. Hogy ilyet. Nem a Gész meg is írja a jegyzőkönyvet, mert hanem akkor mulasztás történt. Na, ne bántjuk a kis akadémistőt. Az a baj, hogy nem tudom, hogy én azt a fülest kaptam, hogy akadémistőn nem is vált fel bejelentés, by the way. Yes, Skywalker. Bejelentés? Itt lehet szorakodni, nem lehet elvonni, hogy csinálni. Mi dörendben? Mármint, hogy jegyzőkönyvet írhat, csak hogy intézni nem intézhet. Nem, elvileg azt sem, csak... Tudom. És nem vehetik fel tudtommal. Nem most mondta ezért? Nem értem. Ilyen fasz. Minden igaz. Nem tudom, kérdés. Mindegy, majd ennek utána kell járni, mert én már tényleg nem tudom, hogy mi van. De itt van mindenki. Igen, majd látom, igen. Jó, valaki lehet szükséged. Nem tudom. 10-10-elni mönt. Ja, tényleg. Gecére kint hagytam a kocsit, na mindegy. Most itt van mindegy. Nagyon kemények vagyunk. Istenem. Tisztelegjen. Ermester. Pihenj. Sullivan? Lehet meditál. Oké. Pillanat. Ez romantikus. Igen. Hát na, tűrődnék, mint ennyi.
bajtársak javából. Így is, úgy is. Kikerül a fegyver a szokjából. Olvastam a telefonomban, csinálni abban, hogy végigpörgettem, mindketten voltak hónap hűsei. Na. Beállítottam oda a sarokba, nézi az kicsit a falat. Jó lesz neki. Szüksége van rá, pihenni kell egy kicsit. Igen, magába szívja az energiát onnan a trafóból. Jó van. Na, Scott, lépjél ki, és akkor mondd el, miket észrevettél. Nos, urak. Miért van az, hogy nem reagáltunk a erősítés kérésre, mikor többször megkér az állomány? Igen? Én, ahogy mondtam, meditáltam. De ahogy visszatértem fejbe, ahogy visszatértem fejbe, szólt a kolléga, és indultunk is egybe. Igen, többi egység? Jalgattunk. Illetve én, mint Védnek a társa, amíg ő meditált, én egy lakossági bejelentést vettem fel, névtelen feljelentést egy személyen, aki karambolozott, illetve kirabolt egy urat. Uh-huh. És ahogy kiment, illetve visszatért, akkor a fejben mi el is indultunk. Ebben, igen, hatalom. Mi a felvételt intéztük Hudsonnál, nem voltunk rádión. Azt tudom, azt tudom. Utólag, ezt én is észrevettem, ezt akartam én is pont mondani. Igen. Illetve, igen, majd Zoltánt akartam mondani, hogy Zoltán meg szintén felvett egy... illetve én szintén egy bejelentést intéztem, ami egy picit elég volt, nem volt, és én jeleztem, és lehet, hogy nem voltam hallható a rádió. Jó, én szeretnék megkérni egy egységet, hogy induljon el ki a vonathoz, terepjáról. Én le fogom adni, csak ja, megvárom ezt az egészet, hogy mi lesz. Indulok aztán. Jó. Akkor megyek vezérőr nagy úrra. Akkor. Menjünk! Mivel megyünk? Ja, jó. De célom értem, mi történik. Tobi, utána látod egy tök jó. Jó, az ott. Inkább nem mondok semmit, mert kirom az egészet a picsába. Én kurvára 10-10-10-10 volna, elmegyünk a picsába, iszunk egy sört, azt visszajönk és holnap szétrúgjuk az összesnek a picsáját, de hát te mit meggőződtél, mint az... Hoppá, ott hagytam egy autót, de nem baj, majd összeszedjük, ha visszajöttünk. Jó van, nem éri meg ezen, hogy hívják Oni Görcsőni. Rendet kell rakni, el kell mondani, mi van, de annyira össze-visszák vagyunk, és annyira következetlenek minden szinten, hogy ez hihetetlen. Jók vagytok, jó vezetned adta vezérőr nagyként a dolgokat, nem tudom, érte el a 0-0-ra. Tova vezetni azt nem tudsz, de csapatot azt igen. Nem tudom, nálam megint falnak menték. Nálad. Ja, értem. Fiedált, bogarasak a lábak, stb. Gondolom, én kezdek megőrülni, mint a rendőr autókat látok itt ebben a városban. Teljesen megkattantam. Jó neki, mint az állat. Ja, jó megy. Be vagy kötve? Be. Helyes. Igen. Eléggé durván megy ez a törpjáró. Oké. Okay. Hát rendőrségi azért van, hogy gyorsan menjen. Na jó, de ez egy törpjáró. Hát. Azok jobban? A terepen is gyorsanra kell érni ából bében, nem? Jó, van ez is igaz. Nem kell várakozni itt. Mateo 10-10. Jó pihenést! Vétekedem 87-14, van egy droglás. Mások is jönnek. Minden Orlov Andrej, Örmester, Tisztin, Tóvi, Otturál. Jó, szerintem föltűnőnek vagyunk, mint varacsos disznó a porcelánbódban. Jóha, ezek lőnek. Mateo, rádión vagy még? Pozitív. Kollégának adjál már egy életet, légy szíves, köszönöm. Adok.
befut, bazd meg. Azt a kollégát, akinek a Audi-ja kint van a kapitányság előtt. Például keresném Sullivan David-ét. Mi a fasz? Fedlőnek, úgyhogy nem érek le. Szóltál róla. Az őrök. Ugyas, akkor várjatok egy kicsit, mindjárt érkezünk. Tovább, kikasztulok ezzel. Nagyon jó volt az akció, mit te mondjak, vezérőr nagykám. Hogy lejöttünk közben, bazd meg. Jóval, ne pofázz el! Sullivan, megvagytok még? Nem tudom, nem látom Sullivan, hova lett. Mondom, hogy egyelőre várjatok meg minket, addig ne keveredjetek útbárbolyba. Én várok. Nem 87, egy másodperc is megérkezünk. Jó vagy? Szerintem nem, nincs. Nagyon szükséges, hogy menjek. Pazd meg! Negatív, negatív. Hallja, Málkasom. Jó, arrébb viszlek. Arrébb fájjá. Rizmat, jó, most már tényleg tisztít. Jó, jövök majd. Ez meg... Ennek mi értelme volt, hogy berohant, mint az állat? Te csak lövöldöztök? Jötörésítés, Sullivan megsérült. Maradj a fődő, légy szépen, akciózzák húz önmel, én fogok lelőni. Nem bírunk mentőt. Viszont kikerítettem a helyzéket. Őröket leszettem a tetőr. Faszomba lőnek. Ja, most csak kiiktathatjuk őket, hogyha vannak. Így. Jelzőink kollégák, ne ugye jövás lőjük le. Négy. Hoppá, nem ezt akartam. 10-26. El lehet küldeni? Negatív. Még kellett ki nyírni a őröket, azt nem tudom. Hogy vagy kuz... Akarom mondani, hogy vagy kuzzum. Kentet kérnék. Szaru. Tudom. Hívjak mentőt már, vagy még lő? Mentő lett hozzám értesítve? Pozitív. Lett szólva mentőnek. Van nálad ilyen cuccbák, ami gyógyít? Ez mi ez a rosszabb izé a... nincs. Steampunk. Adjak steampunkot? Igen. Ezt megköszönöm. Köszönöm. Tösség. Kuzn. Szívesen kuzn. Hova, megvilágítalak.
Azt nem értem, bemegy hat ember, az meg tök sötét. Jó van, Fetrenc szakú itten. Senkire nincs lámpa. Alamad? És azt nem tudom, hogy honnan lőttek. Nem tudom. Leestél, mint a darabszar az épület tetőjéről. Igen. Tök miért, hogy hova feküdtem le, vagy bújtam el, mindonnan lőttek. Jó, mert oldalról is lőttek, engem is besoroztak szépen. Na, hova? Én is meg fogok dögleni mindjárt. Nem tudom, hogy mi nem vagyok olyan szarú, mint te, de szarú vagyok. Torony felé. De átávolnok, itt hagynám a motort már. Rendben van. Nincs hozzá kulcsom. Rendben, köszönjük. Köszönöm, kaptam. Vigyázzunk rá. Jó, én is jó szarú vagyok, most nézem. Ezt visszadom. Köszi szépen. Berakom a villogót, hogy lássan a mentő. Hát szerintem észrevesz. De ha nem rakom be, mert nincsen. Kilőttek? Mit lőttek ki? A villagómat. Nem tudtam beülni a kocsiba. Hát, ott mögötted van valaki. Mögöttem. Kit? Még egyszer? És finom volt? De miről beszélsz? Azt mondta, hogy mögötted. Ó, bazd meg, de hol van? Azt mondtad, van itt valaki. Ott az úton. Elment. Itt jön. Megetted. Nem 87 körül nézek egyiket. Mondta, hogy mögöttem. Azt mondom, megkérdezem. Úgy látom, neked az agyad is sérült. Az mindig is sérült volt. Családi vonás. Komoly problémák vannak veled, kuzin. Erről majd el kéne beszélgettünk egy bizalmas körbe. Egy ilyen támogató szerető körbe. De én menni akartam, én meg őnek is menni kellett volna, nem tudom mit kell. Nem, én azt énekelném, hogy hátul gombolós a zubbonyom. Ott megy! De ne menjél ott, erre gyere! Hova, elment. Ki? Itt kergettél a lezseblámpáddal? Nem kergettem, hívtam. Menjél már onnan, most kergettem. Van a hívó, meg a kergető mód. Ja, én ezt nem tudta, rágrúzok rendőrökre. Milyen a kergető mód? Nem tudom, most villogok valamire, itt nagyon jön. 87-10 szalatos kergető. Az igen, nem nagyon érdekli őket. De mi az Isten? Úgy villog, mint egy karácsonyfa. Itt nínózik a mentő, hát mi nem talál ide? Örültök éjséget? Nem, kurva szarul vagyunk, várjuk a mentőt. Kurvára nem jön a mentő. Maga itten Lincolnban? Nem Lincolnban, jó van. Nem, álmon vagyunk. Jó van. Igazolják magukat? Jó barátok, jó van. Jó, három jó barátok. Jéni. Erre, gyere! Hív Batman. Már csak Jéni hiányzik. Nem értem, miről van szó. Jó, most hívja Batman. Itt hívja Batman! Na-n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 a
Hát te fegsz a földön kiugatva. Nem volt rajtad lövedékálló möllé, te állat, amikor ide gyűjtöttél. Akkor jó van. Csak levetted be fájt. Hol van ott a helikopter? Volt itt egy helikopter, hol van? Mindjárt jönnek, ott állnak a raktárnál, unam. Ja, jó van, jó van. Köszönöm. És mit? Élvezem a lámpázást. Megvilágítanak. Most titeket. Erik, itt jót fekszek magamért. Jó van, nekem is azt kéne, nem ilyen megdőlő, de valakinek kell lámpáznia. Jó van, akkor nem jönnek. Most meg kezdem bunni. Mit? Na, nem gyűnnek. Ott vannak, ott szállt le a mentő. Jó van, már mindenki szólja, hogy ott szállt le, de nem itt van. Hát itt nem tud leszállni. Hát itt van. Itt vannak vezetékek, minden. Értem. Ha, mi történt? Örültögésüket. Hát ránk jöttek koroszok, az kilugattak mindkettőnket. Csak a magad nevébe beszél. Volt rajtam lövedékálló. Mi? Rajta nem volt lövedékálló? De azt mondom, hogy rajtam volt lövedékálló. Rajtam is volt. Jó.
Jó, így lát. Volt olyan lövedékádok? Ott. Heininger. Vétel Adam 87 és... Az elején sem már Heininger. Ez a Heininger. Automata, tudod, hogy a lába vért, de bement a lökhárító, és kinyílt. Pillanat, elfordulok. Érdekes. Heininger szédülés, kettős látás, nehéz légzés, mellkasi fájdalom, vagy végtag fájdalom? Nincs. A mellkasom kicsit fáj, mondjuk. Jó, szépen itt segítek felülni, és oldalra ide kijönni. Távol a csomagtartótól, még szét nem üti ennek is a fejét. Izgi! Segítek levenni itt a lövedékálló mellénk is, ide szép. Persze, elkezdek lámpázni, most mindenki lámpázik. Hát, én hoztam a divatba. Ennyi. Én vagyok a főtaláló. Lucifer, fényhozó. Azaz. Jó. Zarkangyal. Zarkangyal. Farkangyal. Ennyire súlyos, nagyon csendben van előbb. Nem. Itt bézeget, ahogy a Márkosár, de szerencsére nem vészes. Itt egy kisebb ütésnyoma van itt a lövedék álló mellénytől, ahogy megütötte itt a Málkosen. Meg. Csak le kell maradványozni ezt a prémet a Málkosen. Hova? Akkor összök. Prém a fejedtöbe az. Én nem összök. Mert nálam valami cucc. Szépen fogom. És itt az oldatás. Ödösekkel bökülünk. Szeretem, doktor, jó, hogy is ment a szívem. Szóval elkezdem. Most már tudom, miért nem lett érdek, de a művész. Hú, ez ilyen kis izomlazító kenés lesz, egy kicsit ilyen mentolos illata van, nem kell tőle megkérni. Köszönöm, ettől leszek az igazán laza. Ne tudod meg a szemüveget. Így szépen. Ez egy 87-10-20 fájdalmas sertőt. Karincsolj. Ezt legyél be szalival. Én mindent is beszedek. Jó, doktor úr! Mellint a szentet dobja ki, mert az már is kuka. Az kuka, azt ide elásom. Én vagyok a másik, akit kiugattak, ezt a szerencsétlen böntöttem ben a golyózáporból. Rajtam is volt Möllén. Möllöm, mert megütötte pár lövedék, de a golyóálló szerintem vagy lövedékálló mögfogta. Hát itt szerencsére úgy látom, hogy itt is a Málkosi részt a lövedékáról találták el. Hál' Istennek! Elég lett volna, hogy kap egy tüdőt vagy valamit? Nagyon szép nem. Lett volna, plusz tüdő. Nem dohányzom. Jó ez a golyóállom mellett. Szépen itt felállok, itt előre húzom ezt a kis táskát itt az oldalamon. Minden szépen fogom és kiveszek innen. Egy kis izomlazító kerülcsöt is ezzel, és szépen itt átkeregettem az úrnak a mellkasát. Óvatosan. Nagyon szépen köszönöm, doktor úr! Ezt kapta egy kicsit, elgondolkozom, majd vezessél meg egyszer. Oké is. És szépen fogom be... Az órót kivasztam a jobb zsebemből. Szépen levágom. Így. És adom az úrnak, és az majd folyadékkal vegye be kéne. Rendben. Nagyon szépen köszönöm. Nincs mit. Jó. Vissza is veheti akár a felsőt. Köszönöm. Pedig így a legjobb, nem, Doki? Hát, ezzel a felsőt. Én is úgy értettem, hogy ez ilyen bizonytalan javaslat volt. Azt mondta, akár vissza is veheted, de jó nézek ki, hogy nem muszáj. Hát, ugye, doktor úr? Ez lehetőség volt csak. Lehetőség. Mondom, én tetszem a doktor úrnak érzem én. Hát. Nem, kinek nem. Ennyi. Köszönjük, doktor. Csak a feleségem meg ne tudja. Ja, nem, titkolni fogom, el nem mondom az asszonyságnak, még a végén megkéső. Nem, ő nem olyan. Jó, viccelődök. Biztos nagy aranyos asszonya van egy ilyen aranyos doktornak. Köszönöm. Jó van, vigyázzon magára. Bízom benne, hogy Sullivan kollégával vissza... Hopp, itt maradt egy botó. Igen, már intézem. Ja, jó, megvan. De...
Addig jó, még Sullivan kolléga nem borít meg menti autóval, addig nekem mindig... Jó, van, már te fordult el, nem kell mindig az orrom átdörgölni. Igen. Vannak ilyen plötykák, amiket én terjeszek, hogy nem tud vezetni, de egyre igazabbnak tűnik, hogy de ez igaz. Nem plötyka. Hát, hogy elagasz, vagy... Nem, elviszem ezt a motót, figyeljél már. Elviszem menti helikopterre. Ilyen kolléga. Szép estét, viszlát. Köszönjük, doktor úr! Hú, de gyorsan fut a doktor úr! Na, üli a motó? Így van, így van, így van. Jó van, vigyáztam rá. Tessék. Köszönöm szépen. Erőtögéséget. Viszont, viszont. Tudod oldani itt a lezárást? Mi van a lezárást? Persze, hogy feloldom. Feloldan rám, ha nem őrülne meg az egerem. Akkor mondani a fejem. Már bocsánat, fáradok. Úgy feloldottam, mint a szart. Így még sose oldottak föl semmit, mint ahogy te. Kurvára nem írom ki, hogy ide jöttek az emberek, ne jöjjenek itt. Hát. De gyönyörű szép a hód, de az lehet, hogy nem is a hód volt. Mindegy, az egy lámpa volt. Mi hód? Hát olyan köd van, beszarsz. Ja, attól még a vöröses színe átüthet a ködön. Hát én most nem látom, mert én vezetek. Igen, akartam mondani, hogy vözössé, légy szíves, nem hódokat nézzél. 87, 98, szerintem mi nagyon népszerűek leszünk a vözér. Mit? Az övet kapcsolt befele. Most vöttem le, babák. Összezavarolsz. Kinyitottam, hogy mi van, hogy vissza tudjam csatolni. Vezérőről a nyúl, parancsot megbaszni, nem szabad, mert szoporodik. Úgyhogy azt mondtam, kössem be, akkor ki kellett kötni, hogy beköthessem újra. Nyerte hát ez egy ilyen boli. Jöjjjé. De vagy itt a nagyfaszú fő zír. Vezérőről nagykám. Hát az is. Olyan kurva jó kommunikált itt a lövődözés közben, hogy majd beszartam. Ugye? Ja, hol vagy, bazzak, csinálj a tetőrű. Nem így gondolt, hogy meg fogsz érkezni, de ez sem volt rossz. Tényleg. Hát határozottan megérkeztem akkor. Így van, de tényleg, mondom. Hol vagy, Sullivan, bum, lősték. Olyan jó van. Érdekes megérkezés, bő. 9-10-11, jó, ez is egy jó szarnap volt. Nem volt egy jó része, elkaptuk az égszertóvajokat, aztán véletlenül beraktam őket kenicére, hogy ebbe a másik börtönbe, akkor kiszedte, akkor meg tudtam, hogy nem úgy kell kiszedni. Röpülünk. Jó van, kint ügyes vagy. Igen, ez a tiéd, ha arra gondolsz, hogy nem a tiéd. De ez a tiéd. Ez egyém. Tudom, én raktam ide. Behozod a garázsba? Szóval beviszem. Úgy itt felejtettem volna, mint a szarsz. Szia, kocsi! Bátor ember vagy. Tölség, itt van a gépjárműved. Ja, nem betölt a ács... Ja nem, csak rácsos. Én viszont alszok egyet. Mit csinálsz? Hát, jó hallottad. Nem értem még mindig, mit mondtál. 10-10-elek egyet. Ja, én is 10-10-elök, mert úgy gondolom, minket vártak a hotjövőjákba kint ottan. Hát, annak szerintem már vége. Hát szerintem ő sem kezdődött, mert kurva nem volt ott senki. Jó van, akkor menjünk 10-10. Ennyi. Jó van. Csabri József, dandártábornok 10-10. Igen is tudom. Köszönöm, vigyázzanak magukra és végezzenek ilyen professzionális munkát, mint öddig. Sorakozóban gyengék vagyunk, másban királyak. Hajrá! Jó van, én kurvára itt fogok aludni. Kilépek a keci szolgálatba, nem már... Csodálatos szolgálatba, azt mondom, hogy goodbye. Jó van, srácok, köszönöm szépen, aki itt volt. Szerintem érdekes, nem volt annyira, jó sokat bénáztam. Ilyen volt, legyetek jók, ha tudtok. Találkozunk pénteken. Cső. Visszatértem, hogy én a Máténak válaszoljak, imádom a Sobri Jóskát egyébként, csak nagyon nehéz odafél, hogy elfelejtsek előzni, meg
meg annyi minden van, és mindegy. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!